Nos hát, rendkívül szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, jó magam, Gudbert vagyok már is egy World of Tanksos élőadásnak látszódó, tűnő valamivel készültem itt most nektek, melyben már ilyen hihetetlen, de tankokat fogunk szorzózgatni, farmolni fogunk, illetve lesz majd a tankélés is a stream vége felé, úgyhogy készüljetek felfelé, vagy fölfelé, mert elképesztő sok hepajkodás, illetve egyéb dolgok várhatóak itt. Hello, Dániel. Másik Dániel. Egymás alatt két Dániel, azt a mindenségét. Micsoda véletlen. Drótos úr, üdvözöllek a streamben. Tényleg, Drótos, akartam neked mondani valamit. Nincs kedved csinálni videót Csernobilról? Mert azt szívesen megnézném. Mert látom, hogy egy csomó ilyen érdekességgel, vagy ilyen misztikus dolgokkal kapcsolatban szoktál videókat csinálni, és szerintem ez ilyen témának egészen ütős lenne. Legalábbis engem biztos, hogy érdekelne. Nem tudom, hogy tervben van neked valami ilyesmi, vagy sem. De hogyha igen, akkor azt szívesen látnám, nem muszáj most. Én ráérek, és kivárom a dolgokat. Na, ott tartottunk, hogy mi a helyzet. Fiúk, lányok, azt a mindent, hogy beköszönés van itt. Szingár úr, üdv a streamben, Chris, World of Bricks, Tanks, Revenger, Csabi, Atán, Krisztián, Dávid, László, Márk, Nuci, Barnabás, Ferenc, Péter, Bence, Má, Kos, Dávid, Levente úr, sziasztok, üdvözlök mindenkit, kellemes estét és jó szórakozást kívánok mindenkinek a mai adáshoz. Reménykedjünk a legjobbakban, aztán meglátjuk, hogy mi lesz belőle a legjobbakból. A legjobbak bukészül a szalonna. Mondta GB. Majd pedig ment egy csatát a TVP-vel. Ami 50 TP. Nem tudom, hogy jött ki ez a TVP-s dolog, nem mindegy. Hello Levente, neked is szép estét. Minden rendben van, köszönöm szépen. Kipihentem magamat a hétvégén, és készülök az újabb tangos kalandozásokra. Legalábbis én ezt remélem. Certima, téged is üdvözöllek. Őcső mindenkinek. Most kéne, hogy milyen finom volt ez az XY üdítő itt a... De nem. De nem. Tom, de nem. Ez busz is, de hiányoztál a gépet. Te is hiányoztál nekem, Norbert. Igazából, hogyha nem nézünk egymás szemébe, akkor nem busz is. Ezt jegyezd meg. Ez az élet első számú szabálya. Igen, László, tervezem kihúzni a Super Conqueror-t. Az lenne a következő nagy projektünk, hogyha be lesznek fejezve ezek az ágak. Várjál, miért ilyen furán mozog az egerem? Figyeltétek? Egy kicsit berángat. Miért morzsás a izé? Az egérpadon, vagy mi a franc van itt? Egy picit így bebe... Várjál csak. Ez különös. Remélem nem romlott le az érzékelője, mert az nem lenne túlságosan jó. Szegény GFK kapta az ívet elég keményen. Vagy menjünk beljebb. Az összes 10-es tankük erre részre jött a fene egye meg. Mind a kettő. Szerencsére a mi 10-es tankunk is itt van. Az az egy. Legalábbis az egyik a kettőből. PvP az a másik oldalt. Szeli a habokat. Inkább nem néznék ki ezen a részem. Ha nem muszáj. Nagyon tolja az ellenfél. Gondolkozok, hogy mit csinálok, szerintem beállok ide ebbe a hulldown pozícióba, és hogyha jönnek ott előttünk, akkor azokat meglövöldözök, mit szóltok hozzá. Egy kis camper kalács sütögetés lesz itt, most sem mondom, hogy meg kéne lőni a standard B-t. Azt lenni rossz, tehát úristen Titan, hogyha minden isten verése itt van. Tudom, mennyi közepes tank van azon a részen. Jesus Christ, man. Lepattantam a izének felső elemezéről. Azért az ugye elég pofátlan, nem? Hogy csak szerintem az. Á, és pont kitolatott előlem. Szomorú. Csak egy szerencsétlen jött ki az első lövésem, de mondjuk jön a Scorpion G, és azt is meg tudnánk lőni. De nem tudjuk meglőni, a fene egye meg. Fogjuk kapni onnan az ívet mindjárt. Beállok így hátra, hogy nem tudunk ellőni. Azt a rohadt élet. A csávó belőtte a kupolámat, hallod ilyen izében?
Én über brutál snapshotban. Én meg sajnos csak 480-at verek belé az 560-as alfámmal. Jaj, ülő hátba. Ez faszom. Nem tudok ezekkel mit csinálni, meg kell fordulnom itt most. Nem akarok elpusztulni. Ezt meg kellett volna ölni. Itt van a TVP is szerencsémre. Ezeket meg nem fogom tudni lőni. Nem hát. Nem bírom átütni sajnos. Úristen, mit kaptam attól a... Mennyire szerencsétlen volt ez a helyzet. Segítem is került eltalálni. Az első meccs átka mi. Eszméletlenül szerencsétlenül jött ki ez a rész, tehát meg az ellenfél olyan jó talunkat kapott, például nem tudom, hol volt az eltmény. Az eltmény itt volt mellettünk, nem? Az ellenfél tájt ugye meg mindenki itt volt kb. És pont nem is kell megölni ezt a szerencsétlen objektet ott. Az rekt. Ja. Nem baj, ezt megvárom, aztán megyünk egy másikat ezzel a tankkal. Szóval a szituációval nehéz lett volna bármit is csinálni. Max az lett volna, hogy én is leállok ide kemperi, mint a retardátok, akik toltak hátul. Nem értem, hogy miattam volt kijönni ide erre részre és így gyülekezni 86 millióan. Miért nem jöttünk be rendesen, normálisan a hevis részre, mint ahogy az ellenfél megtette. Igazából a mi oldalunkról sokkal jobb a hevis rész, mint az ellenféléről. Hello Mihály, üdv a streamben. Otton de téged is üdvözöllek, sziasztok srácok. Jézusom, egyetlen egy lövés sem volt, mert egy lepattad a T44-100-ról, igen. A másikkal meg nem tettük be a T, vagy mi az a Type 4-et. Szomorú. A montázsű, az nem sokára várható majd. Unknown. Összelakjuk majd, összepattintjuk azt a montást, nem kell izgulni emiatt. Az összes 10-es tankom közül melyik ez volt a legnehezebb eljutni. Nem Máté, a legnehezebb. Gondolkodok egy picit. Hát talán a japán közepes tankák volt a legszenvedősebb nekem. Azt kb. 2 vagy 2,5 éve húzom már. De tényleg. Még amikor elkezdtem streamelni, akkor kezdtem el fejleszteni ezt az ágot. És én azt azóta húzom. És most tartottam a 9-est és meg lett a 10-est, tehát ez nagyon szenvedős volt. Üt. Na kössük fel a gatyát, aztán most már itt ténylegesen játszani kéne, nem szerencsétlenkedni. Csak értitek, olyan hülye jött ki az előző meccsben a lépés, tehát hogy... Amikor sehogy nem volt jó, tehát megfordultál, az se volt jó, előre mentél, az se volt jó, tehát semmi nem lett volna jó. Szerencsétlen ilyesetes, azt megölték egy pillanat alatt, tehát vissza kellett volna teljesen tolatni onnan, tehát nem ott kellett volna maradni, nem teljesen visszamenni a bázisra. Tehát lehetett volna sniperolni egy picit, de hát úgyis letoltak volna minket. Azért az mégis csak jobb lett volna, hogyha kitrunkoztani legalább 2-3-4 pofont. Mert ezzel az 560-as alfával azért lehet ügyeskedni. Nem kell hozzá sok lövés, hogy eredményes csatákat érjünk el vele. Stug Life úr, hát téged is viszont láthatunk itt. Üdvözöllek a streamben. Mi lett a luccal? A luccat beszüntettük, mert nagyon sok helyet kifoglalt a streamből. És ugye sok embert, aki visszanézte a streamet, idegesített, és ezért inkább úgy döntöttem, hogy kiveszem. Na, az Arctic-tal most se tudunk megszabadulni, de ahogy látom, egy darab E100-as fog erre felé jönni, úgyhogy lehet, hogy inkább ezt a részt itt hanyagoljuk. E100, menjünk innen. Van egy olyan érzésem, mintha az ellenfélnek 86.252.000 tankja lenne itt, akik csak arra várnának, hogy mi ott kinézzünk, meg pedig szépen ott ránk matyizzanak. Ránk fröcsköljék a fröcskölni valójukat. Type 5 heavy, hát annál jobb tankot el sem tudnék képzelni magam ellen. Benegye meg. Pihipuhi. Nem lesz jó, tudom én, de hát ez van. De milyen szépen belement pont abba a lapos részbe. Amúgy a Scorpion is egy lövésből ki tudta volna szedni a Type 5-ös. Na inkább engem lőtt. Hát ilyen ez a pop szakma, mi? Szokták mondani, hogy be lehetne ütni. Nem igazán. Amúgy az Arctic az mit csinál? Becsinál? Vagy ki csinál?
Nem tudom, mennyire ott lehet feljönni ide erre a részre. Lehetne szépeket lőni. Szépségeseket lőni. Szevasz András, de jó, hogy visszatértél. Örülök, hogy itt vagy. Kellemes estét. Kellemes estét. A kellemes estét egy picit összemostuk. Szóval a kellemes estét és jó szórakozást a magét. Az egy jó adáshoz. Kösz, hogy itt vagy. Most köszönöm rengeteg támogatást régebbről. Emlékszek én az ilyesmikre. Ha a BC-BC volt, aki lőtte a Scorpion Jinket. Haha. Ezt nem látjuk sajnos. Az ilyes héten mi a helyzet? Semmi extra, igaz-e? Nagyon úgy néz ki a dolog. Ó! Oh. Hello Gébi, a Top Gun lányám veled. Nagyon szépen köszönöm az 5 dolláros megmozdulást. Nem tudom, figyeltétek-e? Picikét más lett a támogatási jelző kiírás. De most sajnos a robot, hogy nem olvassa fel, úgyhogy azt mindjárt beállítjuk. És nem láttam pont annak a nevét, aki írta az üzenetet, ugye a csata után megnézzük, és köszönöm szépen neked, nem bírtam végigolvasni egyszerűen. Picit kevés ideig volt kiírva. Akinek hogy tetszik az újfajta? Kolbászocska. Kolbászocska. Éppen ott sem sikerült elérni az ilyesetest. Nem hiszem, hogy fogok tudni foglalkozni azzal a tájban, mert egyszerűen még az APC előszerem is csak. Mondjuk az APC előszerem 303-at ütelt, azzal azért csak meg kéne trollkodnunk a Type 5-öt. A Type 5 egy Molnár kiki tank. Az lehetséges amúgy. Ilyet sem hallottam még, hogy valaki egy tankot Molnár Krisztiánhoz hasonlítson. Na, menjünk csak itt fölfelé szépen. Ügyesen, okosan, erőteljesen. Nem azért mondtam Andrást, hogy folytasd, csak érted. Megigyeztem. Na várjál csak. Béci, hagyjál békén. Ki kéne szedni a Type-ot. Azért meg is lehetne ennyiről. B-töltök-e addig, kedves nézők? Lehet tippelni. Ú, például milyen szépen meglőttem a gyenge pontját a csávónak, de nem vittük be 303-as pennel sajnos. Ja, igazából az nem gyenge pont, de azért kéne azt penetrálni 300 körüli átütésekkel. Ment a recskre. Zarta, csak nem látunk rája. Az egy hal. Nem is hal, hanem tengeri élőlény. Tengerben lévő élőlény, 606 HP, de nem érek oda, de oda értem volna. De már mindegy. El kellett volna lőni, snapshotolni kellett volna. Jó, azért még vissza kell rázódnom itt a dolgokba. Látszik, hogy nem játszottam még egy pár napja. Szóval akkor ott tartottunk, hogy be kell állítani a robot nénit, hogy felolvassa a donation-öket. Illetve meg kell nézni azt, hogy ki volt az, aki olyan bátor volt és... Mongoose 3? Remélem, jól olvastam a nevedet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm az 5 dolláros megmozdulást. Ugye megnézzük, hogy mit tehetünk a robot hölgy visszatérésé érdekében. Várjatok csak egy pillanat, nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik a dolog. Kell nekünk itt a beállítások. Csak nem találom azt, hogy mi történik, vagy nem történik. Egy másodpercet szeretnék kérni tőletek. Addig forog a háttérben a tankocskánk, nézzétek azt. Hol a fenébe lehetett ezt beállítani? Ja, megnézzük. Itt kéne lennie. Igen, mert be van állítva, de valamiért nem
nem működik a sztori. Pedig az olyan vicces, amikor felolvas, én ezt imádom. Várjál csak! Megvan, itt van. Itt van, itt van, itt van, itt van, itt van. Na megnézzük, hogy most működik-e. Kell csinálnom egy tesztet, ez most nem olyan lesz, mint amire ti gondoltok. Nyomatunk egy tesztet, és megnézzük, hogy működik-e gyorsban. Nani? This is a test donation for dollar. Lehet, hogy ez nem volt. Portugálul volt véletlenül. Hoppá. Átállítjuk Hungarianra. Na de a hangerő az jó. Meg megvan nekünk a robotnéni is. Az a 88 dollár az nem igazi. Mielőtt valaki azt hiszi, hogy meggazdagodtam. Szevasz a Riley, üdv a streamben. Mihály úr, ismételten üdvözöllek téged. Köszönöm szépen neked a tagságot. Tigi tagságot. Toljuk egy kört a konvén, mert olyan rég játszottam ezzel a tankkal. Reméljük, hogy nekem jobban adja, mint szegény cingárnak. Mi volt? Kiégett ő is? Az első meccsem az nem volt annyira értelmeztő, de most reménykedjünk a legjobbakban. Megnézzük, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a meccsel. Tök jó, hogy nincsen tüzérség, főleg ezen a pályán. Ennek nagyon örülök. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Szevasztok srácok, üdvözlök mindenkit, ismételtem. Kellemes estét, jó szórakozást és... minden egyebet kívánok nektek. Meg egy falat kenyeret. Rendben van, Erili úr. Rendben van. Mondjuk a Riley az nem is így lenne írva, szerintem legalábbis. Mikor jön ki az 1.2 a sima szerverekre? Szerintem nem sokára. Barból volt már egyáltalán test szerver? Vagy arról csak én maradtam le arról a test szeróról? Nem elképzelhetetlen amúgy. Hú, pedig ez mennyire jó lett volna. Célzás egészen jó volt. Megpróbáltam megblindolni egy kicsikét az úriembert. Ó, Shinbeiru! Nani? Miért is ne a RNG legyen veled mosolygós fej? Nagyon szépen köszönöm, László úr. A mosolygós fejet főleg. Hát nem arra mentem erre. Én számítottam ki. Nagyon szépen köszönöm a támogatást ismételten. Örülök, hogy tetszik az újfajta támogatás kijelző szisztéma. Elméletileg azt is jelzi, hogyha feliratkozik valaki. Legalábbis szerintem. Aztán két ugye lehet, hogy hazudtam. Nem amúgy jeleznie kéne. Ajajajajajajajaj. A csúnyán nézegető jaktájgerrel itt állunk ketten. Viszont a spotterünk az elment innen, úgyhogy magunkra maradtunk. Szomorkodunk is, mint páncélvadászok. Nincs, aki spottoljon nekünk. Most is van test szerver? Akkor csak én maradtam le teljesen ezekről a test szerveres szisztémákról. Jobban oda kellett volna ráfigyelni, de nem hiszem, hogy akkora nagy... tehát nem volt ilyen média hype, vagy hogy mondják ezt. Tehát nem volt ilyen nagy utózöngés az egésznek. Azt tudtam, hogy a testszeron ki lehetett próbálni a 8-as szintű brit közepes tankot, aminek ilyen magas alfa sebzése van. Meg olyan furcsa neve. Tehát azon kívül volt egyáltalán bármi a test szerveren? Ami lényegi információkkal bír. Hát azt a Sheridant azt elrakták jövőre, Lekvárnak. Várjál csak. Hú, milyen szépet pattantunk. Mikor lesz paradicsommal játék? Nem tudom. Összehozom majd vele is valamit. Pont most voltam úgy a múltkor. Szegény jaktáger inkább meggondolta magát. Nem akartál jönni errefelé. Az 50 TP-vel pedig egyszer nem fogok tudni mit csinálni. Főleg, ha csak a tornyát látom. Hát én is belőve, mint a Scorpion G, emlékeztek rá? Az első meccsben. Hát ennyire egyszerű előni az 50 TP-nek a kupoláját.
az előző előtti meccsben a Scorpion G-nek meg így menet közben sikerült. Nem áll. Szomorú. Ez még szomorúbb. De hát ez van. Ja, meg az új pálya tényleg. Volt egy-két új pálya, vagy felújított pálya a testszerveren. Az még ténylegesen megért volna egy videót, de azt úgy skippeltük. De nem hiszem, hogy ennyi lenne csak az 1.2-es frissítésben. Meg én azt várom már nagyon, hogy mikor buffolják fel ugye a limites tankokat. Highway pálya, azaz igen. Fú, azt nagyon szerettem régebben. Előttem hát, ha összejön a dolog. Nem tudom, hogy én vettem lejjebb vajon a HP-jából, vagy nem én? De azt a szerencsétlen jaktárgát, ezt megállás nélkül spottolták. És amúgy attól félek, hogy engem is megállás nélkül spottolni fogom, hogy egy picit hátrébb megyek innen. Amúgy a grilla az miért állt be oda, onnan mit lát? Lát valamit, amit én nem. Látja a jövőt, lehetséges. Hát inkább én is felmászok a dombra, mert itt egyetlen egy szerencsétlen becset marad, aki szerintem igazán fogja tudni tartani ezt a pozíciót. Legalábbis egyedül biztos nem. Nagyon rossz megint a map kontrollunk. Borzasztóan szét van szorva a csapat. És ugye hullanak el egyre másra. Jövök egészen ideig a széléig a pályának. Nem akarom, hogy felszpottoljanak középről. Remélem még időben sikerül eljönni innen. Valószínűleg lesz lövés mellett, de még nem ígérek semmit. Meglátjuk. Aha! Aha! Köszönöm az információkat, László. Akkor megnézzük majd ezt a tesszerót. Kíváncsian várom. Nem tudom, van-e értelme eljönni erre a részre. Igazából a meccs még nincsen elveszítve. Simán nyerhető még ez a dolog. Azt bánom, hogy egyszer nem tudtam egyáltalán lőni. Nem volt lehetőségem arra, hogy bárkit is eltalálják. Jó, mondjuk volt a játék elején a becset, ugye? De sajnos nem is került eltalálni. Ja igen, igen Ádám, abban is igazad van. Az a pálya már nagyon régóta bent volt az ázsiai szerveren, az Empire's Border, remélem jól mondom ki a nevét. Az már évek óta bent volt amúgy az ázsiai szerveren, és most jön ugye hozzánk is. Meg megkapjuk végre mi is. Vannak különbségek a két szerver között. Ágya emelkedésem. Sajnos. Vissza az lightot. Jön felénk, sajnos. Nem már. Nem hiszem el. És lepattanunk az ellenfelünkről. Szomorú mi? Szegény grillét meg egyszerűen széjjel fogják szedni. Azért, hogy nincsen tüzérség, úgyhogy... még egyelőre jók vagyunk. Nem tudom, hogy ezt felszpottol-e innen amúgy. Ha beállok a bokor mögé, szerintem akkor nem annyira. Vagy beállok ide erre a részre. Nem akarok átjönni itt, mert egyből felszpottolom a 10%-át is szétlőnek valószínűleg középről. Inkább mindenhonnan. Láttátok amúgy, hogy szépen lassan foltak le minket a pályáról, és ezáltal már esélyünk sem maradt igazából válaszolni az ellenfének. Nem megyek föl, de mert nincs legágyi emelkedés sem hozzá. De meg nincs elég gándepem, úgyhogy tök jobb beszéltetem saját magamat. És meghaltak onnan a csapattársaink, akik itt álltak. Az szép. Az szép. Elég gyászkeretesek ezek a meccsek. Nem tudom, mi van itt a csapatokkal. És ugye tehát 10-es szinten játszottunk most is. 8-as, 9-es, 10-es szinten. Itt ezek az emberek már lejátszottak legalább 2-3-4 ezer csatát, sőt szerintem biztos vagyok benne, hogy volt olyan csapattársam, aki több 10 000 meccset lejátszott már. De valamiért még mindig képtelenek felfogni, hogyha beállnak egy helyre 86 millióan,
és igazából állnak ott és néznek ki a fejükből, akkor elveszítjük a meccset. De ezek szerint ez picit problémásabb, mint ahogy gondoltam. Két lövéses mérkőzés. Régen volt ilyen rossz szériám eddig, legalábbis ez a két meccs, ez borzasztóan rossz volt. Esőtön egyesről vélemény. Régen eléggé troll volt, most ugye a Rework után nem igazán látom gyakran, pedig azt mondják, hogy most is elég vicces tank. Kevesen játszanak vele. De vicces lehet, hogy a nagy kalibere van viszonylag az. Ez 7-es szintű tüzér, ugye? Azt hiszem, hogy 7-es. Viszonylag nagy kaliberrel dolgozik, és lehet vele trollkodni, csak ugye nagyon lassú szegényként. Meg kicsi az ágyú kitérhetősége, és így könnyen szétesik a célkereszt. Nem olyan egyszerű vele játszani, mint hogy azt az ember gondolná. Külcső gonosz panda. Krisztián, neked is jó estét. Most akarnak valami értelmesebb kört összehozni, mit szóltok hozzá. Mint az előzőek. Olyan sótlanok ezek a meccsek, tehát tudod, amikor elkezdesz játszani, és a csapatnak egyáltalán nincsen motivációja arra, hogy bármit is csináljanak, tehát bármit megtegyenek azért, hogy győzzenek, vagy legalábbis visszaszorítsák az ellenfelet, nem, egyszerűen csak hagyjuk, hogy átmenjenek rajtunk, aztán jó van az, hogy megyünk a következő meccsbe. Ami elég szomorú valamilyen szinten. Legalábbis szerintem. Meg kellem azt a projektót ellőni, hát ha. Az egész jó volt. Kaptam a spottot, de nem baj. Hát csak szovjet tankkal, megoldható, mehetünk majd szovjetekkel is persze. Ott tudod, hogy ki fog nézni, hogy a CDC vagy valamelyik haverja. Meg kell várni megfelelő pillanatot. Nem akarok már átnézni arra a részre, mert igazából nincs sok értelme. Ó, basszus, ezt nem hiszem el. Lehetik majd Mihály az eljött, hanem mert persze. Még szép. Ugyanaz a véleményem volt cingár a mai játékban. Lehet, hogy hasonlóan fogok járni én is. Mondjuk egy este felé jobban szeretek játszogatni, akkor általában lazább szokott lenni a szisztéma. De most ugye eléggé szenvedős. De reméljük, hogy majd oldódik a feszültség, meg én is egy picit jobban belejövök a dolgokba. Visszarázódok a játékba. Szevasz Péter, nem maradtál le semmiről. Legalábbis, ha azt a két borzalmas csatát nem tekintjük a játéknak. Csak így tovább, GB. Nagyon szépen köszönöm. Vervosz a támogatást. Hálás köszönet, illetve respekt és tisztelet. A 10 dolláros fiatalember. Reméljük nem lő meg, el nincsen artia. Jó. Ha, ez megérte. Urfi-vurfi. Egészen sikerül, egészen szépen sikerül eddig osztani a sebzést. MK a tankról, amit gondolok, elég így nem ismerős a neve. Így hallásra. Mindjárt ránézek, hogy mi a helyzet azzal kapcsolatban. Nem összesen néznek ki azok a vézek elé, mert a véze 131-es. A 390-es lövege van. És ez eléggé fájdalmas számomra. Mondjuk az pont átment ide erre a részre. Az egész szerencsés volt. Belecsavartunk egy 470-est az objektbe. Védekezzünk, védekezzünk. Szépen, ügyesen, okosan. Igazából jól állunk, úgyhogy nem lesz itt semmi probléma. Sok Abó. Sikert a mai naphoz, GB. Legyen meg minél hamarabb az a kukáskocsi. Hashtag esti lecke szomorú arc. Nagyon szépen köszönöm a támogatásodat. Mi történt veletek, srácok?
Hálás köszönet a sok supportért, királyok vagytok. De ocsmány volt ez. És pont az alsó mezőről pattantam le, tetszik érteni? Nem már. Mire kellemetlen. Szóval muszáj kijönnöm még egyszer, ezt öljük meg a fenébe. Vagy neki T44-100. Basszus. Szerencsétlenségek sorozata. Véletlen szegény T44-100-at lőttem meg. Pedig nem akartam. Eljöjjünk erre a részre? Ja, jöjjünk el erre. Konkrétan sem meg tudjuk ölni. Meg a mögött álló VT-t is remélhetőleg. Ó, még egy Japanter 2 is bujkálott azon a részen. A Defender teszi a dolgát. Drága édes Defender barátom, törjünk előre. Hello Gaming kanál is, üdv a live-on. Vagy legalábbis ebben a live-nak álcázott kupleráiban. Vélem, ki fog tolatni előlem. És meglőnek engem, de nem. Egy Defender pusztítását bekapcsolt. A T-30-as meg fogja ölni a GB-t, viszont a GB is megöli a T-30-as. Nem tudom, miért nem lőtt rá a Defenderre, a T-30-as sem belőtte volna. Ennyiről. Nem baj, megérte az a trade. Megkaptuk az eye for an eye, vagy hogy is van az, szemet szemért kitüntetést, vagy jelvényt, vagy mi az Isten nyilának hívják aztat. Péter úr, ezek a támogatási sztorik, ezek úgy vannak, hogy kb. Egy évvel kezdtem el kiírni a neveket a leírásba. Úgyhogy ne haragudj, hogyha kimaradtál belőle. Tehát egy évnél korábban támogattál, akkor az nincs lent a leírásban. Igen, megvan a szemet, szemért. Kitüntetés. Ez legalább egy izgalmas meccs volt, egy pörgős mérkőzés. Kágy ez a 140 ilyen szépen ki tudott velünk szúrni. Nem mondom, hogy ügyesen csináltam, mert igazából csak az RNG-nek köszönhette azt, hogy mindig lepattantunk róla, de hát... ilyen ez a játék. Toljunk egy kört a 13-90-on, amit a múltkor adásban vettük meg, azt hiszem. Valahogy úgy. És nagyon durván bejön nekem ez a tank eddig. Hányos szintű tanktól érni meg javítókészletet tenni? Egyes Attila. De az összes tankra érdemes javítókészletet, sőt, inkább azt mondanám, hogy az összes tankra érdemes javítókészletet tenni. Az egyik legfontosabb skill ugye, vagy kép, nem is skill, nem is képesség, hanem fogyócikk a játékban. És ugye az a legjobb, hogy most már lehet többször is használni őket, tehát nem azzal, mint régen, hogy elnyomod, aztán pedig nincsen. Nem tudod használni a rengetegszer. Főleg a legfontosabb helyzetekben, amikor leszedik a trackedet, akkor könnyű, illetve közepes tankokkal, de még heavy tankokkal is nagyon fontos az, hogy vissza tud tenni a láncot. Páncélvadásztal nem is beszélve, tehát a páncélvadásztal leszedik a trackedet és elkezdenek flankelni, és nincs javítód, akkor meg vagy lőve. Elnézést kérek. Ez még talán igaz is. Elnézést. Hapci-hapci meg köhögések vannak itt folyamatban. Kapatunk egy spotot ezen a részen, aztán reménykedünk a legjobbakban. Csapattársak jönnek erre felé, úgyhogy remélhetőleg lesz valami support féleség. Davasz Kristóf, üdv a streamben, kösz, hogy itt vagy. 13-90-es szakasz, majd megoldjuk, most egy picikét szóloznék, hogyha nem haragszol. Ez meg egy stokkos bulldog szerintem. Akkor ők megkergetnék kicsikét? Ne kergessék, inkább óvatosan menjünk fel erre a részre. God damn it. Jaj. Tudom, nem volt rajta az autó target? Na mindegy. Ezek szerint leesett út közben, de ez egy egészen jó megmozdulás volt, figyeltétek. Picike spottam, kiszedtük az ellenfél feledítőjét. Az öreg hőst, az old hero-t megsemmisítette, Mr. GBGB, kinek a feje WC, vagy mi. Nem számítottam, hogy ezek itt tanyáznak. Itt vertek sátrat. Azt akartam, hogy megspottalom mondjuk az ellenfél nehéz tankjait, akik mennek el oldallal, de... sajnos nem oldalon megy az a konkja, hanem pontosan felénk tart az irányunkba.
Ott a konki, ott a konki. Hihihuhi, hihihuhi. Amúgy meg lehet lőni azt a bulldogot innen, hello. Pancoleszk, mit csináltak itt fönt? Kétszáz megástetem van amúgy, Erik, ha jól tudom. Legalábbis valami olyasminek van árulva. Olyan neten van, amit már nem lehet kapni a diginél, azt néztem. Tehát lehet kapni 100 megásat, 500-asat, meg ugye gigabit per gigabit eset, de ezt a 200-asat már nem lehet kapni. Nekem ilyen különleges, különleges internetem van. De úgy is csak viccelek. Igazából semmi extra. Az internet. Ott van az a szemét Bobject, hogyha az ott kijön, akkor nekünk reszeltek. Én mondom, hogy el lehet lőni itt ezeket a bulldog féleségeket. Bulldog fajzdékokat, de nem hallgatnak rám a páncélvadászok. Pottyot! Arra miért nem látunk rá? Előtte van egy házikó. Egy hétvégi házan előtte, hölgyeim és uraim, hát hallottatok már ilyenről? A becsetűző le van tiltva azért, van ilyen piros cucc mellette. Le lett tiltva a kis... És klikkelgetve, mikor még működött a tiltólistám? Most nem működik sajnos. Tehát ez ilyen nem működhet minden a játékban. Let me air touché. Hello. Celui-là a pénétré. Egy kis cuki. Ah, reménykedtem benne, nem. És pont most kezdték el tolni, hát ez a tipikus. Tudod, amikor táras tankol vagy, be van töltve három lőszer, nem jön senki fél évig. Aztán amikor elkezdesz tározni, akkor mindenki gőzerővel tolja a tolni volt, és pont erre felé fordul. Valahogy fel kéne spottolnom. Baszki. Ja, ez csak a rádióm volt, jó. Az amúgy hogy spottolt fel, vagy mi spottolt fel? Ne! És kivágott az arti, ez most komoly. Mindegy. Szerintem az alatt nem is engem célzott, lehet, hogy engem célzott, de ma... ja, mert itt volt az ijjését mögött, vagy előttem, azért spottoltak ezek fel. Én néztem, hogy itt volt egy izé, annyi szerelempázsit, ami, nem is tudom, egy egész életre elegendő lenne. Menjünk egy másik csatát. Hello Pisti, köszönöm szépen. Nagyon, de nagyon szépen köszönöm. Van még egy olyan tank, amit mindenféleképpen le kéne szorzózni. Az pedig a szovjeteknél van, ez nem más, mint az Object 430, csak elpörgettem fölötte véletlenül. Úgyhogy térjük vissza hozzá. Meg persze kéne tolni a Lightweight-tel is. Úgy nem sokára megvan a 430U, és csak 2 millió kredón van, de ezt megveszük mindenféleképpen. Mennyi kéne még ehhez? 14 ezer, meg kb. 40 ezer XP. Az még sok. Az még sok. Artizzak egyet, mert az visszarázna, nem. Artival majd később játszunk. Egy kicsikét később fogunk az Artikkal játszani. Francia nő, női hang, az szexi. Nekem is bejön. De a japán női hang se olyan vészes, mint amennyire vészes lehetne. A lengyelágnál a 9-es tagnál az 50 TP-nél tartok jelen pillanatban, úgyhogy még nem. És még azzal elég sokat kell majd grindolnom. Van 2 darab tüzérség is az ellenfélnél, úgyhogy szerintem érdemes lenne odafigyelni rájuk.
Akarok feljönni, de aztán vissza is kell onnan menni. Nekem van egy kicsi időm, mert ugye ilyenkor meg csak helyezkednek a tüzérek, vagy legalábbis általában ilyenkor helyezkedni szoktak az ellenfél tüzérei, úgyhogy érdemes lehet egy ilyen felmenést megkockáztatni, és esetleg mondjuk meglőni valakit, aki jön. De nem jön errefelé senki. Sajnos, hát ez kár. Egy könnyű tankot el akartam lőni útközben, az volt a plan. De akkor inkább hagyjuk. Ott az Arti! Öljétek meg! Pusztítsd el! Ez az, ez az! Egyel kevesebb tüzér. Imádom. Magnifico! Hogy állok a pattonnal? Nehézkesen. Az MD-nél tartok még mindig, de... Arra akarok egy harmadik gánnakat. Miért nem kapok sportasszisztót? Miért nem kapok sportasszisztót? Ez igazságtalanságosság. Jó. Isten. Hát ez rendben van. Viszlát világ. Mondta a Centurion egy, majd pedig... Beugrott a világ végébe. Hogy mi? Hogy mi? Hogy mit beszélsz, kedves GB? Igen, se tudom, nem kell izgulni. A páncélvarászok azért azok értik a dolgokat, ahogy nézem. Milyen szép ez a naplemente, tengerpart, srácok, maradjunk már itt. Na. Kifekszek ide, csillelés van, iszek egy kis ilyen nektárlevecskét. Legjobb, hallod? Ezt figyeld. Hát hallod, mit tudom én itt magamot? Jó éjszakát mindenkinek! Hogy mi? Hogy mit mondasz, kéne játszani, azt mondjátok? Hát legyen. Legyen akkor! Gyere vissza háttámla, ups! Kilógott a... Kilógott a díszlet! Úristen! Azt mondjátok, hogy kéne játszani. Ja, várjál csak. Jóaj! Ezt figyeld, eltűnt a fél... Eltűnt. Eltűnt a fél fejem. Na, elég a hülyeskedésből. Beakadt a zöld háttérbe a székecském. Meg kell egy picit igazgatni, mert úgy most így... Csontkovácsolást hajt rajtam éppen végre a szék. Nem, na látjátok, ezért nem játszok. Milyen jó volt ott pihenni az előbb, nem? Nyugtató volt, békesség volt, nyugalom volt. Most ha kijövünk ide, aztán persze nem lőjük el a vízet, amiért lőnénk el. Miért szóval itt ellőni valakit, vagy valamit? Az úgy nem játszik. Na az IS-3, gyere föl. Gyere, fiam. Jisprebice. Igen, Krisztóf, emlékszek arra a montázsra. Azt imádtam, azt a momentet. T-57 heavy-vel játszottam, és kétszer lepattantam az IS-nek a front páncéljáról. Van rajta egy ilyen nagyon brutális rész. Arról kétszer is pattantam. Az rendkívül vicces volt. Persze, hogy spottolnak valahonnan. Persze meglő a Ferdinand. Hát tömét. Jó, el kéne húzni a fenébe. Majd, de nem már. Köszönöm Máriának a feliratkozást. Úgy vagy csatában. Menjünk vissza a tengerpartra, aztán sütessük a hasunkat, srácok. Az a legjobb. Szerencsé, hogy az Arti nem lőtte. Azt mondja, nem tudtam volna normálisan visszajönni, és meg kellett fordulnom, és annyira... Bal szerencsés volt az egész helyzet, hogy... Bal szerencsés volt a helyzet, aztán cső, ennyi. Nincs mit ragozni. Megúszod még egyszer? Meg hát... Nem mertem ezt tapsatolni. Sebsot hóni, na mondjuk ezt most megcsinálom akkor is. Ha a fene-fené teszik. Azért reménykedtem benne egy picikét.
voltban több nőm volt, mint amúgy. Hát igazából az nem egy nagy kunst, ha belegondolsz. Amit, hogy voltban több nőd van. Ha megraksz egy szellemet, akkor nekrofil vagy-e? Zsáboloza? Nem, a nekrofil az az, hogyha azért a holttestét, nem? Az, tehát az igazi, az konkrétan nem a fizikai teste, tehát nem a... Az igazságtalanság. Fog lőni az arta. Hát váltsunk AP-szerre, ne hagyjuk inkább, hogy jönnek közelebb. Úgy jönni fog az ellenfél. Mondjuk ez egészen jó. Hát... Jog Tigerre pesszel lőtt ki. És még mindig spot alatt voltam. Hát ez kemény. Az kemény, mint ez a játék. És feszletünk a 13-90-es meccsben is. Nem ez a szerencsés napom, az is biztos. Az ilyen szivatós nap. Hányas EU1-en vagyunk? Hát... Hát át kéne pattani EU2-re, de... Maradjunk még egyelőre. Lejátszom ezt a kört a Lightweight-tel, aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Nem is rossz a matchmaking amúgy. Picit szidni akartam a matchmakinget, de... Ez még azért bőven belefér kategória. Nem is olyan OP-k a 10-es tankok. Mi egy picit jobban jártam szerintem a Pattonnal, a Mauzzal, meg a Jagdpanzer-100-zal. Reménykedjünk a legjobbakban. Akkor jön a montázs, nem sokára KK, nem sokára lesz montázs. Nekiállok ma este és ígérem, hogy rengeteget fogok vele dolgozni. Eszméletlen jó ötletek vannak benne, úgyhogy majd kacagni fogtok rajta. De az Gábor, de eléggel láttalak errefelé. Barnabás, ez nem igaz, hogy nyugat szoktam maradni. Hát néha olyanokat rage-elek, hogy... Nagyon durván ki szoktam jönni a sodromból. De ugye már rájöttem, hogy nem igazán kell fölöslegesen rage-elgetni, mert... ha belekerülsz ebbe az idegesség körforgásba, nehéz belőle kijönni. És ez nagyon-nagyon rányomja a teljesítményedre a bélyeget. Érdemes lehet inkább higgadtan, nyugodtan. Nem teljes mértékben érzelmekmentesen, de... De viszonylag kevés érzelemmel játszani, ilyen naturálisan, nem is tudom, hogy mondjam ezt. Hogy fogalmazzam meg úgy, hogy érthető legyen. Csak vicc, srácok, nyugi. Inkább csak spottolgatni kéne ezen a részen. Nice! Very nice. Ott is egy spot, tessék lőni. Az gyönyörű. Ez nem az én spottom volt, de hát... Legalább hullik az ellen, én már annak is örülök, viszont feljött az AX úr, az Action X, aztán nincs maradásunk ezen a részen, ami az a baj, hogy el lehet lőni az ellent. Elég ügyes, úgyhogy vigyáztak el ezen a részen, nem tudom, hogy áll-e ott valaki, reméljük nem. What? Nem mindegy. Centurion. Olyan fájtolni akarsz, aztán előbb töltök minden. Mi nem töltök előbb? Lehet, hogy nem töltök előbb amúgy. Az, hogy ő tölt előbb. Ki tudja. Inkább elmegyek erről össze, mert félek, hogy az arta meg fog lőni. Menjünk körözzünk egy kicsikét. Várjál csak. Van valami a szememmel, úgyhogy kicsikét ilyen szemkörzéses sztorikat csinálunk. Bocsi, ez elég hülyen néz ki, tudom, de... Jobb, mint hogyha itt megvakulnék. Paksi GB pont össze. Ó, de szép volt, láttátok, milyen elegánsan feljöttünk. Feljöttünk, patítottunk egyet vissza kézből, aztán lementünk. És haladunk tovább. Tovasuhanunk.
Centurion. Ja, stájsztás. Tegyka, tegyka. Bocs, ezt lőve. Betöltjük az OP-b APC-ért. Mert a sima APC-re nem viszik be az alsó lemezét. A ellenséges 8-a szintén nehéz tangnak, hölgyeim és uraim. Erre tessék gombot varni. Tiger 2. A híres haragadozó. A kettes tigris. Ketteske. Megvan nektek az a régi rajzfilm sorozat? A Kids Next Door. Úristen, azt mennyit néztük még. Tesómmal. Eszesom. Mindig vártuk, hogy jöjjön. Mert nem voltatom Cartoon Network sokáig, és csak a nagyinál tudtuk nézni, és mindig azt vártuk, hogy mikor nézhetjük már. Igen, ez a fullos löveg, a Vocaloid Lever. Igazából azt hiszem, hogy egy 100 millis löveg van rajta. Igen. De ne! Fucking hell. Elég jó az az ágyú amúgy, viszont mert pontos a löveg, gyorsan szűkül csak. Ugye 0-4-es a pontosság a 100 méteren, és emiatt távolabb nehéz vele így lövéseket leadni, amik hatékonyak, tehát nehéz hatékonyan használni a lövegét, úgymond. Inkább ilyen közepes és közelharc a legalkalmasabb. Megpróbálok egy ilyen spotot tolni ezen a részen, hát ha sikerül. Reménykedjünk a legjobbankhoz. Ott volt a T-32. Wow. Semmi. Kihíjott, aztán van sebzés. Oh, micsoda popsi, micsoda popsi. Aj, ne már. Ez igazságtalanságosságosság. Más. Az se jó, semmi se jó. Semmire nem jó, adjatok neki. Nice. Beletütni? Nem. Meggondolta magát a játék. Megöljük az artát. Hogy ő meg minket. Ugye kiderül. Most jöhet a mehet. Mit gondolok a német spotter tankokra? Jó sok a 10-es ratyi. Nem tudom, a 10-es miért ennyire gyenge. Volt egy olyan időszak, amikor buffolták az összes 10-es szintű könnyű tankot, de valamiért a ugye az R3 panzert, azt nerfelték. Miért megkérdezzétek, nem tudom. Na, az első jó meccs a mai napon? Hölgyek, urak. Hát mit szóltak ehhez? Ajaj. Meghút. Vót nincs. Gratulálok hozzá, Gábor. Csak így tovább. Csak így tovább. A japán csodákkal lehet vicces köröket venni. Ott a kis Mouse. Mouse-chan. Mouse-chan. Én pedig jövök és pofátlan leszek, de bele fogok halni. Te nem érdekel. Nézd meg, hogy forog a tornya, baszki. Ki ez a csávó, te? Nice, thank you. Micsoda mentés. A T-54 megmentette a napomat. 2300 sebzés, 2500 pot damage. Kombinált be az egészen jó. Első-első osztályom eddig. Sőt, what? Volt egy csomó ilyen phantom spot damage-em ezek szerint. Majd 3200-at ír összesen. Hát ez egy tök jó kör volt. Egy remek szorzó. Mellettek csak egy picikét. A székem nem úgy működik, hogy kéne neki. Aha, na így most már jó. Nem támasztotta a hátamat megfelé. Mouse-chan loli? Hát nem tudom. Nem tudom, elég nagy ez a Mouse-chan, úgyhogy nem hiszem, hogy loli. Vagy hogyha loli lenne, akkor egy dagat loli, az biztos. Hát nézd ide mekkora. Nézd ide mekkora nagy behemót bestia. Inkább ez a kis KTS az, ami loli. Vagy akár ez a Lightwit. Vagy talán elmegy loli kategóriába. Meg ez a kis cukorborsó. Mikor felraktam rá a Leviathan skint és kibannoltak miatta, milyen vicces volt az.
Van egy tök jó videója ennek, erről Robinak. Legalábbis amikor kibannoltak azt a részt, tök jól megvágtam. Az a cím, hogy World of Bans, vagy World of Bans. És rohadtul vicces. Az a necibét meg tudom mondani, amikor pattogsz. Majd ránézek. Így fejből sajnos nem tudom. Inon jágot megírja kihúzni, igen, a nehéz tankos részét. A könnyű tankok meg a közepes tankok annyira nem jók szerintem legalábbis. Mondjuk nem mondom azt, hogy használhatatlan a kínai közepes tankák, meg a kínai könnyű tankák, de vannak náluk sokkal jobb választások is. Viszont a nehéz tank téren elég ütősek, mind a 113, mind a WZ 120, nem, mind a WZ 5-e az nagyon-nagyon jó, 111 után. A 10-es kínai nehéz tank, azok elég ütősek, azokat érdemes kihúzni. Hát Vocaloid Lover, igenis meg nem is, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. De majd megnézem a Sword Art Online-nak a harmadik évadát. Sokakkal ellentétben nekem nagyon tetszett a Sword Art Online-t. Még akkor láttam, amikor kijött és elkapott a feelingje, ugye akkoriban nem nagyon voltak még így ehhez hasonló MMORPG-s animék. Úgyhogy nekem nagyon átjött ez a sztori. Majd melyik volt a másik, amit szintén akkortájt láttam? Ami egészen hasonló, mint a Sword Art Online, csak egy másik oldalról közölte meg a dolgokat. Aj, mi annak a neve? Log Horizon, tényleg. Az is eszméletlen jó, az a Log Horizon, azt ajánlom mindenkinek megnézésen, az tényleg jó. Egy picikét lassúcskának tűnik a vonalvezetése, vagy hogy is mondják ezt. Történetvezetése lassúcskának tűnik, de nagyon-nagyon hangulatos. És eszméletlen szépen meg van rajzolva. És a Revi tudja. A Revi tudja és tudja és tudja. Kár, nem folytatták végül is. Megnéztem volna annak a harmadik évadát. És mindenki tudja, hogy mire gondoltam. Az igen. Az igen. Menjünk fel erre részre, aztán segítünk itt a csapattársaknak támadni, atakolni. Most mi leszünk a Attack Helicopters, a dating szimulátor. Hát Zekiskin, akkor lesz GTX 2080 Ti teszt, hogyha véletlenül valaki hozzám vág egy zsák 20 000-est. Akkor elképzelhető, hogy lesz ilyen teszt. De egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez kivitelezhető lenne, úgyhogy még várat magára a 2080 Ti-teszt, vagy 2080, nem tudom, hogy illik mondani. Azt mondom, hogy itt nagy támadások lesznek, de valahogy leálltak a csapattársaim. Átváltottak passzív üzemmódba. Melyik videó kell neked, Ricsi? Mesélj nekem. Hú, az jó lesz. Másik 13-90, nem is erre kellett volna jönni basszus, hanem a másik irányba. Ilyet lehet meg lehet volna kerülni a Chavez-t. Nincs volt olyan rossz. Reméljük nem szednek ki az artákok. Ilyen csúnyán elvesztettük ezt a részt. Ugye át kellett volna ezt a felső szektort szerintem. Az ellenfél tankjainak a nagy része az itt van. Meg tudom ölni az artikat talán, hogyha elsuhannék ott alul. Viszont fél, hogy mondjuk a T-100 light után nem jön. Ugye meglátjuk, hogy az artit felsikítjük ide a felső részről. És olyan dög lassú. Tudom, meddig akar jönni. Nem is kell segíteni neki feljöttő magától.
összeporszívózol pár aranytömböt a kanapját, és meg is van. Hát ez amúgy tényleg így működik, tehát ez mindenkinél így, vagy benézsz a kanapé alá, és ott vannak az aranytömbök. Tehát ez teljesen logikus, hogy erre miért nem gondoltam, nem is tudom. Az utolsó rohamra készülök, hölgyeim és uraim. Hát, nagyban mellélő, egy basszus. Még a végén maradna hát én. Úristen. Ja, mondjuk az esterbe az rohadtul pontos, úgyhogy megértem. Fog szedni, ami a tüzérség. Fostalig a T-100 Light majd jön is utánom. Nézd meg előmenet közben. És hogy élt utólam úgy? Nem már. Ez igazságtalanság. Nincs szerencsém most ezzel a 13.90-nel, de az utolsó roham ez megérte szerintem. Gyűjtöttünk egy kis spot damage-et, lőttünk kettőt, aztán meghaltunk. A Bob Jacket le kell szorzóznunk. Akkor is leszorzózzuk az összes tankomat, hogyha felné-felné teszik is. Megértettétek, kedves nézők. Hello Anna, üdv néked, ismételten. Kösz, hogy itt vagy, kellemes estét, jó szórakozást. És örülök, hogy viszont látlak. Damien úr, téged is üdvözöllek. Immáron itt az én streamemen is. Ugyanúgy, mint Singernál. Ja, World of Bounce-ról? Persze. Nyomatom is befelé a chatre. Ezt Robi csinálta amúgy, és szerintem tök jól meg lett editálva. Az eddigi talán legjobb munkája, betettem a chatre. Ups, várj csak. Link. Legalább lesz mit nézzetek, nem kell az én szerencsétlenkedésemet. Figyelemmel követnetek. Nincsen Máté, 5-ös leopárdom. 10-es van, az nem jó. 10-es van, maradhat. K90-ről vélemény. Attila, próbáltam a testszerón, és nekem annyira nem jött be az a tank. Főleg azért, mert korlátozott a torony forgása. Ami attól függetlenül, hogy nekem nem jött be, nem mondom, hogy rossz tank. Viszont elég érdekes, közepes tank az egyszer biztos. A legyorsul a T-10 azért az... azért az mi bár. Nem rossz lehet ez a tank. Hello Luca, thank you for joining the live stream. Have a nice evening, or whatever. Hogy azt hogy csináltam, ne kérdezd, én sem tudom. Az úgy... az úgy... fuck it. Megtörtént. Néha megtörténnek ilyen dolgok az emberekkel. Ó, Shindeiru. Nani. 2089 tire a kaptőke lefektetés, mosolygós fej. Nagyon szépen köszönöm a támogatást, Mongoose ismét. Állás, köszönet érte. Állam örökké fog üldözni. Úgyhogy úgy vigyázz magadra. Nem, ez meg jó helyre ment, ezt még sem ment át. Figyeltétek? Na, ez az üzdát a tornyomat. De, ilyen sloppy volt a lövés, ilyen... Tehát megnyomom a gombot és vár egy fél másodpercet, mire ellövi magát, ez mi már? Kurva töltő ez a játék. Ezt meg kéne flankelni. Jó, nem, hülye ötlet amúgy, de... Ja, megírja a hülye ötleteket. Megvalósítani. Sőt, néha hülye ötletek a legjobb ötletek. Az a baj, ha kimegyek itt, akkor széjjel fókuszál az a két tank, úgyhogy... Megy a T-10. Még róla le is pattannak, basszus, hát mi ez már? 358. Nem rossz, de lehet jobb is. Több is, jobb is. Erősebb is, ügyesebb is, okosabb is. Nice. Mi van itt? A fáktól alig láttam valamit. Nem láttam a fáktól az erdőt. De ez ilyen nagyon mikrolag volt. Revi. De mondjuk igazad van ebben. Csak
annyira ideges, hogy pont ugye abban a kritikus pillanatban. Azt nem mentem le ide, mert időt vesztettem volna, de rengeteg időt vesztettem volna, ha lemegyek arra a részre. És az nem éri meg egyszerűen, tehát inkább toljuk be ezt a részt, aztán próbálkozunk itt valamivel. Főváz. Csüssz. Mi a fene? Az egészen vicces volt. Standard B, 3 lövése van. Mennyit tudsz az sebezni? 1080-at? 3x360. Hát remélem annyi. Ha nem, akkor nem annyi. Mi van, standard B? Ne nézzél. De mi nehezebb vagyok, mint ő. Ajaj. Lol. Csak meglett. Végre valahára. Üdös Badger meg a K7-ben van. Ott teszi a fene. Na örülök, hogy tetszik DMG-nek. Egy picit változtattam rajta. Remélem, hogy bejön a kedves a nézőknek. Tudom, hogy ti nem igazán csípitek az animés témákat, úgyhogy átváltottunk ilyen kicsikét cyberpunkosabb szisztémára. Nagyon közel áll a kis szívecskémhez, mert a cyberpunk. A cyberpunki. Punki. 393. Nyaldafagy itt télen nyáron. Nice. Ott nem lehet lemenni 140-es. Úgyhogy tök jól leszorítottam, mert így legalább vesztettem egy csomó időt. De mondjuk igaz, hogy a donation, a hang az meg pont egy animéből van, úgyhogy lehet, hogy ezzel egy kicsikét is mondják ezt. Tökön szúrtam saját magamat. Ja. Miben más a steampunk, mint a cyberpunk? A steampunk az azt hiszem, hogy az, amikor ilyen gőzgép jellegű sztorik vannak, tehát az ipari forradalom környéki dolgok vannak modern köntösbe beleöntve. Míg a cyberpunk az pedig ilyen, nem az a biopunk. De a cyberpunk is az, amikor így a jövőben mindenféle robotok vannak, meg ilyen robotikus testrészek vannak, meg cyborgok vannak, meg kiborgok vannak, meg ehhez hasonló dolgok, tehát ilyen robotikus dolgok vannak ültetve emberekbe. És még a... mondjad már... a steampunk az meg inkább ez az ipari forradalom, hogy így gőzgépesítve van minden, meg gőzzel működnek, meg ilyesmi, és valamikor ezt ilyen modern köntösbe teszik, mint hogyha ugye itt nem lennének robbanó motorok, hanem minden még mindig ilyen gőzmeghajtással működne. Igen, a steampunk az pontosan a Bioshock világa. Egy az egyben. Nagyon szépen köszönöm Zsombor úr a lájkot. Igen. A cyberpunk az meg a Ghost in the Shell. Azt nézze meg mindenki, aki szereti a cyberpunkot, mert a Ghost in the Shell az zseniális amúgy. Attól függetlenül, hogy anime. Az is ilyen kortalan alkotás. Elképesztően jó. Ne a filmet, mert az fenntartásokkal kezelendő, de maga az anime, meg az anime film az jó. Tehát, hogy az egész estés anime. Az nagyon jó belőle. Na, mi a fenét csináljunk itt most? 13.90. Na, hajrá! Pörögjünk fölfelé, mert nem lesz itt izé szorzózás. Megy órája megy a stream, hát mi van itt? Ide valamit végre kezdeni a helyzetünkkel. Uda jó pályát kaptunk. Viszont spottolnom kell, az biztos. Hello Trixie, légy üdvözölve a streamben. Hello. Mindenki más is üdvözlök természetesen.
a Bioshock dieselpunk. Az azt szerti, összetokja az a dieselpunk. Hello Tamás, de a 1305-re is gyúrok, illetve a T100 Lite-ra is. Kellenek light tankok. Esetlegesen majd a CV kampányra vagy ilyesmi. Vagy majd csak úgy, hogy legyenek. Ja tényleg az van, Barnamás, ez a 200 megás, nem tudom pontosan, megnézhetjük. Valami olyasmi, 200 megabit a letöltés és 100 a feltöltés, vagy valami ilyesmi. Ezt nem is igazán lehet kapni. A Digihez jössz, vagy legalábbis nálunk a Digi az nagyon jó. Ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezt valaki vegye már ki innen. A jó Isten borogassa be a csapat társain fejét, mi a francot csinálnak ezek? Ott a potótáp. Nice. Anyami, nyami, még. Kell a dam. Nem lőhetek, de lőnöm kell, muszáj lőnöm? Nem lövünk. Mert meg fogsz halni, GB. 113. Hát ért a túloldra. Beállunk fordítva, hogyha gyorsan el tudjunk jönni erről a részről. 19-ben spottolt. Ornát. Akkor csak én spottoltam őt ezek szerint. Please. Vaj, muszáj lenne lőnöm, de hogyha lövök, akkor pedig felzmotolnak és meghalok. Ne, én nem bírom ki. Az vesse rám az első követ, aki még nem járt így. Aki nem tett még ilyesmit. Aj, tudtam, hogy ez lesz, érted? Érted? Ott van a ficsúr, ott megy, így. Hát én 19-en vagyok. Elmászkálok. Engem megszotolnak először a tarti egy lövésből, kivesz, érted? Érted? Felfogtad? Egy lövésből. Bezzeg az a foskazán, ez meg ott mászkálhat büntetlenül. Ott spottolgathat, jól el van. Ne, mindegy. Aztán nem veszek ki egy levésből az arti. What személy terencsi, de utálom én ezt. Ebből se lesz szorzózás, az is biztos. Pedig milyen szépen ment az elején a spottolás. Egy jó tanács, kedves nézők, soha ne lőjetek, hogyha spottoltok azon a helyen, soha. Soha, mert ez lesz a vége, érted? Ez lesz a vége. Nyitok egy ablakot, már. Picit melegen van. Fölmelegedtem, most tudom mivel játszak. Menjünk egy levezetőkört az E25-tel. Megnyugtatja a testemet. Egy kis friss levegő jót fog tenni, meg egy kis karkörzés. Gyerünk, kedves nézők, mehet a fitness. Dönt 2 talaj 4, tényleg kéne megint csinálni ilyeneket, csak az a baj, a zöld hátteret nem akarom leverni, mögül nem. Régebben mindig azt csináltuk, azt képzeljétek el, új nézőknek mondom, hogy volt itt torna, meg minden, felülés, googolás, ilyesmit csináltam mindenféleket stream közben, hogy kicsikét felpörgessem magamat. Hello Habor úr, üdvözlöm a streamben önt is. Hát mi újság van errefelé? Mi újság van önfelé? Láttam, hogy valami motorsport szimulátorral játszottál, hát hogy van ez? Itt hagyod ezt a jó kis játékot, a botot. Ez felháborító. GB-től sokat tanulok, mert ha valamit mutatsz, akkor tudom, hogy az ellenkezőt kell csinálni. Mennyire igaz.
Mennyire igaz? A fene egyen meg engem is. Meg a spottolási technikáimat. Akkor a kurvó artik kilőnek. Adjuk azt a GF-et a fenébe. Most csak kezd izé hideg lenni. Várjál csak. Be kell csukni az ablakot. Volt itt ilyen meleg, mert tűzforró a fűtőtest. Vagy a fűtés ezerrel. Hát az ott meghalt. Várjál csak. Nem látunk át sajnos innen. Vagy lehet, hogy de. Le kell nézni arra a részre. Legalábbis ide ez a kis részhez. Ó, hogy látom mindenki itt van, aki csak számít. Sziasztok srácok. Sandy nem úr. Sandy egy a lady. My lady. Hello Sandy. What is that? Azt a rohadt élet. Az a szégyen nem a falába, azt figyeltétek? Cickány Tóbiás GF. Hát azt nem ütjük be oldalról sem nagyon. Vagy hát csak az alját ütöttük volna be. Szép lőes volt mondjuk GF-fel. Az a HS szisztéma. Ilyen szerencsé volt, hogy pont itt voltam, és persze pont el tudott lőni. Nem baj lesz ez még így se. Menjek én is egy artis kört. De most még le akarom szorzózni a tankjaimat, mert azokat nagyon le kéne szorzózni. Mindenféle fajtaképpen. As soon as possible. Passa volt. Nem volt rajta málcáró. Basszus. Ne, ne. Szerencsé, hogy csak az a VT volt itt. Mert pont nem volt még fent az álcáló, és akkor lőttem el magamat. Hát túlságosan sok HP-t vesztettem. De ez nem jelenti azt, hogy instant lose, de... Végén meg van pecsételve a sorsom, de jó lenne meglőni ezt a tigrist. Már vége. Akmán vége. 1200 HP-t ki tudtunk volna belőle szedni. Nézd meg a mi tigrisem, mit csinál, azt figyeld. Vállalkozó szellemű stok tigris. Nekivág a nagyvilágnak. Messzeségnek, a pusztaságnak. Mivel meg kéne tolni az oldalt, mert itt csak egy darab VT-je van legalábbis. Eddig csak az lőtt meg engem. Talán még le is tudnánk tolni innen. Akarok blindolgatni arra a részre, hát hogyha esetleg eltalálom. Vajon honnan lőhetett? Nem talált. Én nem talált. Leg itt van. Negatív. Nem pazarlom a lőszert. Fölösleges. És ha mondjuk a szorul a hulak a játék vége felé, akkor lehet, hogy nagy szükségem lesz a lövedékekre, inkább lőjünk a biztos célpontra. Trackeld le! Áááá, ezt nem hiszem el! A rohadt életbe. Ott a VT-n. Nem látjuk már. Az elég messze volt most szerencsére. Pont nem látom az a kis hülye perem miatt. Nem lenne itt ez a perem, akkor meg tudnám ölni. Nem tudom, hogy a GF kispottol-e onnan. Aha, de én... Én bizony kispottolom a seggét. Nem is én spottoltam, mert T92, jó van. Értem én. Nem kell olyan csúnyán beszélni velem. Vegyünk el részre és visszalőjük az ellenfelet. Jó éjszakát, Zsombor, köszönjük, hogy itt voltál.
lesz meg olyan videó, hogy a magyar motosok együtt játszanak, hát lehetséges, amúgy nem elképzelhetetlen. Szívesen csinálnék valami hasonló szisztémát. Ugye nehéz összehozni az embereket, mert mindenkinek vannak külön programai, külön dolgai. Tehát nem olyan egyszerű egyberántani a brigádot, mint ahogy azt elképzeled elsőre. Mindenki máskor ér rá. Csak menj vissza, Scorpion G, please. Csak menj vissza. I can't believe you done this. És nézd meg, átmegy a Tigrisen a lövedék. Jó, nem ment át, tudom, hogy mögötte volt, de akkor is. A VK-val meg mi van? Segítsen már nekem, légy szíves. Egy oly kedves VK úr. A Csaló periszkóp távcső. Aztán reménykedünk a legjobbakban. A Revo az ki fog jönni itt mindjárt. Látjuk, mi lesz belőle. Idáig tudok kinézni, maximum. Úgyhogy csak óvatosba. Nem tudom, meddig tud eljönni amúgy a Revo, miatt még felspottolnám. Kb. Eddig. Ah, de jó. Ne már! Nem sokan mullott. Célkereszt? Célkereszt pont extra nem működött. Nem kellett volna kijönni itt, oda be kellett volna ebbe a kis bokrosba inkább. Az jobb lett volna. A meccset is jól elcsesztem. Ne egyen meg. Tudom, ha lehápéztattam magamot még a játék elején. Ne is az Arctic is misszelnek. Még az Arctic is misszeltek. De bejött egy büdös bogár, ezt nem hiszem el, ezek miért élnek még ilyenkor? Menj már innen. 2 percet volt nyitva az ablak, erre bejön a büdös bogár. Gratulálok neked, büdös bogár. Itt van a kis cunci mókus. Jaj, majdnem kiszabadult. Megette a testemet, de szerencsére nem. Ehencsére nem. Na, 13-90-es sztorit azt próbáljuk meg még egyszer. Egyáltalán kijött az a tank eddigre, addigra. Kijött és le is lett szorzózva. Ez szuper. Az szuper. Azért azt sajnálom, mert lehetett volna sokkal jobb meccs, és nem szedt ki 900 HP-ről az ellenfél tüzére. Igen, az az egyetlen egy lövésem volt, Jézusom. És ennyire kevés spot damage-em. Egy laprotóba volt spot damage-em 1000, miközben felszottoltam egy csomó tankot. Ez a tipikus olyan történet, amikor te spottolsz, akkor senki nem lövi a spottodat, de hogyha téged felszottolnak, egyből kapod a fókuszt. Ez annyira kellemetlen. Instant fókuszba raknak. Most tudom, mivel menjek. Szorzózva, nem, le van már szorzózva az 50 TP, de le kicsit fejlesszük fölfelé. A legénységet, meg ugye magát a tankot is. Örülök neki, Rili. Örülök neki, hogy nem egy büdös badger jött be az ablakon. Így beszállt volna. Egy 60 tonnás tank, azért az durva lett volna. Na srácok, itt mi a megveszekedett büdös figyfenét kéne csinálnom. Bemegyek a városba, nem lesz semmi. Kimaradok a mezőn, szétlőnek az artákok. Nem tudom, mi csinálják. Letoljuk a bal oldalt. Ott is szétlőnek az artákok ugyanúgy. Menjünk fel a tetőre, jöjjünk le, vagy a tetőre. Menjünk fel a domb tetőre, aztán lőjünk vissza, jöjjünk vissza.
hogy beszélni. Szóval menjünk fel a domb tetőre, jöjjünk onnan vissza, és próbáljuk megtolni a bal oldal, de hogy látom mindenki más is erre felé jön. What is that? Mi ez a nagy izé itt? Konfrontáció. Belepesz elő a lightweight-et a szerencsétlen T-51-et. Szegény sáv. De nem is ő volt a hibás. Ne, és ez a szegény kékülben. God damn it. Hát, hogy ilyes, figyeljed már. Ugye a T-51 volt a hibás, csak én nem láttam jól a szituációt. Situation. Várjál csak. Push me. Nincs vision. Várjál csak, most van. Egy csalókamer. Ó, oh, ez. Oh, kerek 600. Figyelted? Hát meg micsoda. 600 dam, tes. Hello, Gercsú, a streamben. Hát igen, az várható volt. Szerencsére a 9-es batch tartja, az nem annyira durván OP. Hogyha mondjuk egy másik fajta tüzeltől kaptunk volna a lövés, de még azért így is szeret bőven a HP-ból. De ezt most kell eldönteni, mi a francot csinálni, mondjuk oda segítsünk az Oninak, mert igazából ott nem sok olyan tank van, ami meg tudna minket rekteltetni, tehát ti értve egy ne viccelj már. Meg a 110, nem túl segíteni az Oninak, basszus. És ezt el kell engedni. Volt a Tigris P is, de meg tudtuk volna fogni ezt a részt. Ilyenkor, hogyha áttalják a baladat, azonnal le kell jönni innen földről, különben úgy szétlődik a seggeteket, hogy öröm nézni. Ezekről a pozíciókról. Én is jó párszor bántam már meg. Nem tudom, mennyire ötlet eljönni ezen a részen. Remélem, spottolnak föl. Menet közben. Spottolgatnak föl szerencsémre. A Revo az kapja elég keményen. De a T-71 is, úgyhogy jó. Meg kell növelni a T-71-et. Az igen, az tényleg legend az a csávó. Menet közben a Revo-val, úristen. Az a tag még beszűkülve és rohadtul pontatlan. Nem, hogy menet közben. Szűkülj. Ez az, még track is mellé. Gyerünk. Na, már egy másodperc nem ment, nem baj, szép megölt az arti. Király módozat, nem tudok előre menni. Reménykedtem, hogy a Revo spottot egy picit, de őt megölték mód közben, úgyhogy nem lesz spot, csak forduljunk meg gyorsan, aztán húzunk innen a fenébe. A fészkes fenébe húzunk innen. Le kell jönni ide a töltéshez. Gyerünk. Itt be, ott csak. Ájj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 
Mennyit késik a stream? Jézusom, beimádom az Arctic-ot. Mondjuk fölösleges volt feltenni a tracket, de mindegy. Az csodás. Fogyaték. Mindig kapjuk megint a bombázást. Szőnyeg bombázást az artákoktól. Arra meg leesik a spot út közben. Jaj, de jó. Csodálatos. Isten. Rüelem én az artikat. Straciliśmy gąsienicę. Utknęliśmy tutaj. Wyskakiwać.
Csodálatos. Ezt figyeljétek amúgy, tehát... Bem, 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 így lőnek az artik. Ezért volt annyira undorító ez a mérkőzés. Meg kellett volna tolni inkább a bal oldalt a fenébe le. Legalább lett volna valamilyen szinten esélyem. Bármit is csinálni. Tudtam kettőt lőni összesen az egész meccsen. Megint ez a csodálatos szisztéma. Pedig olyan jó, tehát olyan jó volt a leosztás nekem, ugye top tier voltam. Azért bementünk volna a városba, még az is jobb lett volna, mint ez a fajta lötyögés, meg pötyögés. Azért az csodálatos, hogy 2-3-4 lövést senki nem igazán tudott többet csinálni. Jó, mondjuk ezek, ez 6 lövés volt ő meg. Ő is 6 lövést tolt ki, de akkor is. Mindegy. Az volt az ellenséges 50 TP-nek a neve, hogy Soros. Sor is, nem is láttam. Hát persze, itt meg tele kell keresni a... mi az... Pancivon leszokul az egész meccset. What? 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Ja, jó van, jó van. Picit fura volt a dolog. Mert nem lettek volna így egy vonalban a 10-es szintű tankok. Van olyan jó az Object 100 legyen, mint a 430, nem hiszem, László, Sándor. A 430 az egyszerűen annyira, de annyira brutális, hogy hihetetlen. Főleg ugye a felső lemeze. Nem beüthetetlen, de egy közepes tankhoz képest egyszerűen undorítóan erős a front páncélja, meg a torony páncélja. Meg ugye a lövege is egy kicsikét más, magasabb az alfa sebzése, ilyesmik. Tehát tipikusan olyan tank, amivel jól lehet támadni, jól lehet vele nyomást gyakorolni az ellenfélre. A 140-en is meg lehet ezt csinálni, viszont az azért óvatosabban kell játszani különben. Az ember könnyedén meg tud halni. Könnyedén a garázsban tudja magát találni. Mert annak jóval vékonyabb a front páncélja, illetve ugye az alfa sebzése is jóval kevesebb. Hát két közepes tankön erről, és nem tudom, hogy egyáltalán bemenjek-e ide, mert nem egyszer volt, hogy meghaltam, mint hogy inkább maradok itt fönt. Most sznájpolunk. Egy aktájgát jól lenne megülni. Annyi alfa sebzése mondom, mint egy aktájgárnak. Néha jó. Néha kevésbé jó. De persze nem olyan töltésem van. Jaktiger rohadt gyorsan, tehát azt hiszem, hogy ilyen 9-szer környékén, vagy micsoda. Még nem akarok most hülyeséget mondani, de tényleg brutálisan gyorsan tölt. Mi van? Meg kell jönnünk innen gyorsban. De nehezen fordul néha ez a tank. Oho. Elmenekültük mindenki elől. Pont szerencsésen jött ki a lépés. ...67-et mondtam, akkor T-62-re gondoltam. Úristen, ez brutál volt. Na persze, hagyjuk már. Hagyjad már, hagyjad már, hagyjad már, már. Valami a tornyát találtam majd akkor is. Bullshit warningos lövés volt ez. Megérte megvárni, még picit jobban kijön az L4-es. Kapott az bőven. Nem tudom, mi lesz ebből, támad-e az ellenfél vagy nem, de egy picit most várnunk kell. Remélem, hogy a tüzérség nem engem fog lőni. ...9,6 szek fullos legénységek kaja nélkül, az brutális amúgy. Brutál. Kis mauz is itt van. Tök jó, nem mentem le amúgy, ez egy nagyon jó döntés volt, mert ezek megettek volna reggelire.
Itt a grille is. Nem kétem, aki csak számít. A másik oldal egy darab Type Bit Heavy van. Azt majd meg most a csapatom valahogy letolni. Ezt letel kell tudom lőni. Tényleg én vagyok a spotter. Figyeljed, figyeljed! Oh, ne már! De ez mennyire jó lett volna már, ha bemegy és át is üt. Akkor betöltöttem. Abban a pillanatban a csávó. Elforgatta a tornyát, úgyhogy ne üssem át. Nem baj, nem baj. Lesz ez még így sem. Nem itt kis maúz meg valahogy játszni kisztikizett ott. Úgyhogy azt nem tudom, azt meg kéne ölni amúgy. Szerintem azt meg tudjuk ölni, nem? Egy új egyben. Ezeket magasabb az alfa sebzésem. És emiatt, hogy jól vissza tudok vonulni, akkor még az egy jó is lehet nekünk. Hú, de nagy szerencsém van. Majdnem a izért találtam el a felső lemezét. Aki sem tudom spottolni. Rajta a spotty. De amúgy ez mi a... telibe rakott krumpli ilyenkor? Mondjad, imádom, én játszottam azzal a telibe kurt kismausszal, a T-32 ápvel bekúrta a tornyomat szemből. Ellene játszok? Nem lehet átütni a kupoláját, érted? Ő meg fogja ezt belövi itt a izét. A tornyomnak a tetejét, tehát csodálatos tényleg. A rage hátán a rage, és akkor ne rage-eljen az ember, igaz? Na végre. De az se 560 volt, az a 480. Vagy csak én nem tudok számolni. Nice. Az nagyon nice. Na persze, hogy nem. Miért is találnánk kell? Meg kellene ölni amúgy. Kéne megölni. Nem elég, hogy az ellenféllel is küzdesz, de még a szemét LNG-vel is kell. Ó, az megérte. Standard B-vel kevesebb. Gyerünk. Nincs már tüzérségünk. Szomorú. Legye meg. Asztalott élet. Grille. Grillázs. Egy 50 belőbb amúgy, de... nem igazán akartam itt maradni az 50 TP miatt. Hát tök jött volna, hogyha beütem azt a kis mauszt. Ugye még áp élőszerrel, de hát ez azért nem igazán jött be. 240-es armor van a kupolán, hogyha nem pont a közepét találod el, akkor lecsúszik. Értem én, Revit, csak mégis csak annyira igazságtalannak érződik néha. Tehát amikor játszottam ezzel a kis mauszal, így úgy voltam vele, mintha így Jézusom, ez micsoda ez, ami közep, ez nehéz tank közepes páncézatta, vagy mi a franc. Játszok ellen és így beütetlen, érted? Csak én voltam borzasztó bal szerencsés. Hát látod, ez csodálatos volt, amikor meglőtte itt a tornyomat, és így átütötte valamiért. Jó, mondjuk magasabban volt, és gondolom overmatchelted át akkor is. Pont itt a izénél, a lekerekítésnél vágta be. A Revi, neked valamiért mindig van a söröd elrejtve. De valami sört tartalékoló fiatalember vagy. Elvitték szegény Leónak az ágyúját. És már csak az Object 263 tartja itt a lelket a csapatunkban, meg a leopárdos leopárdű, akinek nincsen javító készlete.
Látják a leopárdot, vagy mi? Most nem látják a leopárdot, pedig... Csak az az 50 tépe nem látja. Hát mindegy, most már. Ez így alakult. Ez 1.2-es patch, állítólag október 10-én jön ki. Ezt tartalmazni fogja könnyített MMS tankoknak a buffját. Én nem tudok róla, Mongoose. Nem igazán néztem információkat ezekről. Tudom isten, milyen minusz sikerült összerakni ezzel a körrel. Azt a mindenségit. Hát, minuszba tettük a tankunkat, az is biztos. Ez a mai nap elég szomorú és szerencsétlen. Fogjuk rá arra, hogy régen játszottam. Nem tudom, menjünk egy kört a izével a arrógéppel. De kéne valami festés. Persze nincsen elfekvőben olyan festés, amit rá tudnék tenni. Melyik tankon van ez a festés? Az a kékes, mert van két kék festésem is. Ja, az E25-ön van, meg a... Melyik a másik tank, amin van ez a kék festés? De most komolyan. A rendet kéne tenni a garázsban, a becseten van mi? Nem, a becseten is más festés van. Hova tettem a kék festésemet? Ja, átment a Type 5-re tényleg. Vagy arra levettük a... lángosat. A lángos festést. Na hajrá. Hát Dani, akkor kitartást ahhoz a banhoz. Na, arra mi mondja, hogy ez igazságokat. László Sándor konzolra még nem most fognak jönni szerintem a lengyelek. Azok még kiisnek egy kicsikét. Egészen máshogy működik a konzolos volt, mint a sima PC-s World of Tanks. Mások a fejlesztők is, más a... más az egész team. Ki ezt csinálja, tehát nem egyszerre kerülnek be ezek a dolgok. Mondhatni szinte egy külön játék a konzolos World of Tanks a PC-stől. Persze, hogy ugyanazon alapszik, hogy tankok harcolnak egymással, sőt... egy csomó tank megtalálható abban a játékban is. De ezen kívül semmi más közös nincs bennük. Nem ide kellett volna jönni, nem mindegy. Megpróbálok egy ilyen középső spotot tolni, majd abból mi lesz. Hát, hogy ez hülyeségnek hangzik, de... meglátjuk. Nincs meg nekem az LC. Takar. A kis cickány tank. Megpróbálok egy gyors spotot tolni itt. Jaj. Úgy fordult a tankom, mint ahogy én gondoltam, hogy fordul. What? Tudom, sámli. Mi ez itt ez? És hol egy ellenfél? Hallottál már ilyenről? Nagyon durva. Hol az enemy? Hanem itt. De durva. Egy picit várok itt most, mert ez eléggé csapdaszagú. Velük még felzárkóznak a srácok. Standard, meg elaludt szerintem ott hátul. Akarok valami spotot lökni nekik, ha már itt vannak mögöttem. Érkezzen be szépen mindenki. Kettő, négy, öt tank van azon a részen. Igazából az elég, az ütős tankjaik ott vannak. A pattontra egy picit azért tartok, hogyha itt lesz hátul, akkor nekem mondjuk. De még talán átadok még jönni, nem elég ügyes vagyok.
Nagyon óvatosnak kell lennünk, különben meghalunk. Rendkívüli óvatosság szükségeltetik. Tessék lőni. Még az art is itt van előttem. Vele csak lehet, hogy nem spottolnak ki. Mondom. Megérte? Igen, a pattontól féltem én. Hihi. Ez a bait volt, figyeltétek? A pattonoknak kiszokták húzni a látótávolságát bőven 400 méter fölé. Ez elég kellemetlen számomra. Ah, az igen, gyönyörű. Gyönyörű. Beállt a bokrok mögé. Elvesz. Raktáger van a háttérben, pattom, ki nem volt még spottolva. A vézek ott vannak, középen. ISM T69? Nem az ISM ott van, de T69 még nem volt spottolva. Várjál csak. Rátpozícionáltam addigra meg már. Hét határon túl járt a csávó. Most nem ütöm be a felső lemezét ezek szerint. Még az oldalát sem. Na jó, van, rátöltünk. A Goudra. Az szép volt. Az szép volt. Tetszesz nekem, Patton. Be kéne menni, de hogyha túlságosan is hamari vagyok, ha elhamarkodom a dolgokat, akkor megjön az ellenfél. Okos, ügyesen, taktikusan kell kijátszani a dolgokat. Ügyesnek kell lennünk, kedves nézők, nem szabad hibázni. Biztosan közelebb megyek. Hát lesz itt valami. Standardus Maximus mögöttem van. De az nem sokat jelent. Itt az a ház, ami fedezék. Van egy hatalmas nagy nyílt terep. A vézék is végzett. Tök jó, a vézének van amúgy izéje. Hogy várj, ez melyik vézé? Az a 8-as vézé. Annak 440-es alfája van, de az valami 480 lehet belőle. Na jó, persze tudom, hogy tudom annyit lőni, csak csak egy igazságtalannak érzem ezt. Meg lőistán nem is spottolódott. Kellett volna kimenni, látjátok, ezen lehetek hamariak. Akartam spottolni valamit. Nincsen IS-3-om. Bonát. Régebben megvolt, és sokat is játszottam vele, de eladtam, mert igazából nem szórakoztatott. Még egy, adjunk még egy esélyt az 50 TP-nek. Hát, hogyha most jobb lesz a kicsikét. Lövésznek melyik képességet ajánlom nehéz tankban? Fegyverkovács vagy mesterlövész? Inkább a mesterlövész elsősorban, Krisztián. Sokat tud segíteni, hogyha menet közben akarsz lövöldözni. A fegyverkovács sem rossz, viszont eléggé szélsőséges szituációban éri meg a fegyverkovács. Mondjuk előtték az állatot és nincsen javítókészleted, akkor tök jó, hogy a kicsikét pontosabb a löveg. De alapból szerintem inkább a mesterlövész az, ami megérés. Több szituációban jól használható, mint a fegyverkovács. Mauzzal nem akarok-e menni? Mehetik majd a Mauzzal csak. Az is olyan tank, hogy én játszok ellene, akkor beütetlen. Én játszok vele, akkor meg valami olyan, mint hogyha vajból lenne. 121-et pazarlási megvenni. Hát, hunor. Én letoltam vele kb. 800 csatát. Sajnos nem tartozott sohasem a az erős tankok kategóriájában. Úgyhogy mondhatni, van nála sokkal, de sokkal jobb alternatíva. Hogy neked megírja személyesen, az megint más kérdés, mert lehet, hogy éppen neked pont ez fog bejönni. Magas alfa sebzése. Ez egy jó hónapban a tankban, de tényleg nagyjából semmi más. Kevés a gándep, kevés a toronypáncél, kevés a felsőlemez annak a tanknak. A ratja mobilitása, elcázása se igazán van.
Attól függetlenül szereted a kívásokat, akkor az a te tankod, tehát... Ha akarsz igazán nehezen játszó tankkal játszani, akkor megtaláltad az emberedet a 121 képében. Jó, tolunk ezután egy artis kört. Tolunk ezután egy artis kört. Megnézzük, mi van errefelé. Hát ha lehet valamit lőni. Mindenki 9-es amúgy. Tök jó a matchmaking. Imádom az ilyen matchmakinget. Tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Lehet, hogy a leghülyebb ötletet csinálom meg életemben. De nem érdekel. 511. Adj neki. Bam! Ó, gyönyörű. Meg egy 513-as, ez nagyon szép volt. Pofátlanul szép volt. Ja igen, és bugos ezen a részen a célkereszt, csak mondom. Figyeld meg, hogy ugrál. Tetszik látni? Jönni el is. What? What the hell? Nice. Nice-ű. Ahol, hogy mi te is itt vagy, te tékozló fiú. 250-esben kevés volt hozzád. Meg a bitangat testedhez. Adj neki, VT. Hogy mi vagy te. Úristen. Ja, ezen 150-es van már, igen. Ezt mindig elfelejtem. Mindig alábecsülöm ezt a 9-es vézet, mert azt hiszem ugye, hogy olyan, mint a 8-as. Ugye 440 környékén sebez. Az fasza volt, de tényleg. Nem tudok hátra menni, mert ez rám jönne akkor. What? A torny... Jó, beütött a kopolát, jó, hagyjuk már. Hagyjuk már. Kopolás, Józsi, baszki. Szerintem is amúgy így működik ez a játék, hogyne. Zseniális amúgy. Szedd ki, hogy előtted már magadat? De miért nem pattan le egyszer sem? Annyira utálom ezt, érted? Menet közben lő a csávó és így beüt. Beüt, átüt, tornyat belül, mindenből, kupolát belül, mindent belül. Neki nem kell céloznia, neki nem kell a 25%-os RNG miatt aggódnia, mert ő neki mindig adni fogja. Tudom, hogy túlságosan is agresszív voltam ott abban a helyzetben, csak... Ja, hogyha nem megyek közelebb a roncshoz, akkor meghaltam volna valószínűleg. Voltunk ketten ezzel a végre, ki kellett volna simán védekezni ezt a pozíciót. Egész jól adja az a VK-nek a objektek meg hátul ülött a patton. Ja, az meg lesz. Nice. És persze, hogy fogadni mernék, hogy az a szemétláda kurva vézé, az a két lövés volt, amit, vagy az a három lövés volt, amit belém lőtt, annyi sebzett egész játék alatt, semmi mást. De azokat persze ezek hibátlanul megoldottam. Ez is olyan ratyimes volt a 1357-tel. El sem tudom nektek mondani. El kéne pörgetnem magamat, vagy nem tudom mit kell csinálni, le kéne nyugtatni magamat. A kettő között valamelyiket biztosan. Már nem tudok, nem értek semmit. Még van 6 percünk a boosterből. Tolok egy kört a 1390-nel. Hát, hogyha most az egyszer kivételesen kapunk valami Ruinberg pálya 10-es szinten, per természetesen. Jó, nem olyan rossz a matchmaking, mert csak 3-10-es tank van, de akkor is. Szép jó estét, Ádám, néked is. Igazából nem tudom, mit sírok, tele van papírtankkal az ellenfél. A PTA, a VT, a 1390, 49, 50 TP, jó a VK nem,
A Progetto, a TVP, az Isó, a Scorpion, Zsebes, ezeket mind tudom lőni sima alap APC előszerrel. STL 2-es rövélmény, mondjuk már megvettem. Hú, Tamás, nem olyan játszottam vele, de nem, nekem nem tűnt annak időn olyan rossznak. Mondjuk egy csomót változott a meta. Lehet, hogy egy kicsikét alul marad az a tank a többiekkel szemben. Talán a Centurion 5x1 az, ami egy picikét jobb nála, de attól függetlenül nem vészes az a tank. Játszottam vele nagyon-nagyon sokat, és nekem bejövős volt. Az igen. A bezzeg nekem nem megy a step shot. Az mi az Isten? Büdös. Büdös T49. Legalább meghalt. Kilőttük azt a szökőkutat. Látjátok, én rácézzük a csávóra, és akkor meg így elmegy mögötte, mellette. Jobbra-balra, meg jön menet közben, aztán... És megöl. És viszlát világ. Ó, milyen szépek voltak az a lövések. Csapattársaimtól. TVP-nek jó volt a reflexe. Ennyi, érted? Ennyi. Az Isu az tudta, az látta, az megérezte, de a TVP is kijön, célzás az semmi, érted? Mert persze, tehát komolyan beállszod azzal a kurva Isuval, és erre célzol, érted? Tehát ez nincs ennél nyilvánvaló, mint hogy beállszod, és ezt a részt fogod célozni. Hogyne, hogyne. Az Isu az egyik legpontatlanabb puncher lesz a játékban, szerintem is pont telibe fog lőni, és belém sebez 721-et. Hogy aztán a TVP természetesen befejezzem. De amikor itt áll előttem a telibe kúrt T49-es, rácélzok furra, és akkor elmegy így. Hüt, így elmegy fölötte a lövés. Mert az elmegy, ez nem megy, de az elmegy. És akkor kész, ennyi. GG. Élvezd a játékot, sok sikert hozzá. Mint az ellenfélre nem vonatkozna az RNG, vagy nem vonatkozna rá semmilyen szabály. Ki fogok égni? Hivatalosan is agyvérzést fogok kapni. Menni kell valami olyan tankkal, ami megnyugtat. Tolok egy becsületes kört. Jó legénység van benne? Remélem. Reménykedjünk benne. Nem lesz itt szakaszozás. Nem lesz itten a szakaszozás, drága barátaim. Semmiféle szakasz nem fog következni. Azt gondoltuk, hogy betöltök egy tárhítet kezdésből, de igen, maradjunk az APCR-nél. Itt nem a szünettel van baj, Hábor, hanem a izével, a telibe kúrt játékkal. Ah, szevasz Ákos. Üdvözöllek a kiválasztottak körében. Mert tegnap mindjárt lesz live-ban is valamiféle jelzésértékű szisztéma. Rendelkezésedre áll 9 darab custom emoji, egészen nyugodtan használd őket. Orba szájba. Vicces GB fejek meg ilyesmik. Jaj. Nincsen senki amúgy. Tessék, Rage szponzor. Köszönöm szépen, Ákos. Hoppá, ez nem jól írja ki. Lemaradta a membernek a vége. A membernek a vége lemaradt. Ezt ha meggyógyítjuk, akkor következő adásra meggyógyítom. De milyen menni már ez a kiírás? Nekem nagyon tetszik. Annyira cukorborsó.
Kavai, kavai. Eljoj. What? You what, mate? Nem szponzor, a ponzor. Igen, velem ilyesmi. A ponzor. Köszönöm szépen a ponzorációt. Egy kis ponzor. Hát... Backend tartom. Hát, ha valaki kiszedni. Hogy nem? Meg kell tolnunk ezt az oldalt. Legalábbis el kellek spottolni itt most jelenleg, amíg töltök. Aha. Upsi daisy. Upcin. Ah, gyertek srácok, hát ha így megyünk, akkor jöhet a wolfpack, meg a bandázás. Egytálló megvan az STB-je, csak mondom. Akkor ugye mondom. Nem tudom, mi volt ez a hangsúly, ne kérdezd. Nem, agyilag megroppant. Jakpanzer elszállt, ilyenekről nem dalolt a hold. Jakpancu. No, jakpancu, de miért lő mindig minden egyes körben engem mindenki? És amúgy szerintem is leláncol, mielőtt még... Ha nem láncolt volna le az a tank, le tudtam volna suhanni oda alul, ahol nem lát rám a Jagdpanzer S-ház, de leláncolt. Természetesen. Mert nyilván leláncolt, tehát nincs jobb dolga a grillének, mint hogy leláncoljon engem. Neki ez volt az élet feladata, az élet kötelessége, amiért élt, hogy leláncoljon engem. És persze megint, ki hal meg elsőnek, ki hal meg egyetlen egyedül abban a támadásban? Én. Mert ki más halhatna meg. Pedig milyen szépen megflankeltem azt a csávót. Jó, tudom, amikor spottoltam a jakpazereszhezat, el kellett volna húzni a fenébe, de miért pont engem lőtt meg? Miért csak engem lőtt az a két tank? Ott volt még kettő másik rajtam kívül, ugyanott voltak fent. Ugyanott kocsikáztak a izével. Na, mindegy. Pongo ölt meg. Mi? A Bongo Pongo. Ígértem előtt, hogy nem met amúgy mára. De jó, vindrétem ezzel a tankkal. Roncsunk rajta egy kicsit. Kész jó a leosztásom úgy. Két tájpet és a szívás szakaszban. Sőt, amúgy mellettek van még egy mouse is, úgyhogy... Szerintem biztos, hogy erre részre fognak menni. Valahova ide. Ott fogják tolni az ipart. Mehetünk a izével is, a Type 64-gel. Mert az is jó lesz. Megpróbálom felszpottolni a nehéz tankjaikat, akik itt fognak eljönni. Lehet, hogy belehalok, de most már nem érdekel. Ja, itt nem lehet normálisan lejönni. A remélemben nem fog belehalni. Na, ez egész jó volt. Picikét azért féltem. De jó, hogyha a T-100 Light-ot spottol. Most megtaláltál a másik T-100 Light. Ez volt az arti. Van kb. 25 másodpercünk, míg actionok történnek. Na mi van? Persze, hát hogyne! Hát hogyne! Hát még mit? Még mitten beütni az ellenfelet? Ugyan már. Mit szeretnél itt, kedves drága? EB. Jó, az a magúza, az esélytelen volt, de mindegy.
Extraction X az mit kapott azon a részen. És kopott a HP-ja. Szegény Action X meg feladta a harcot. Illetve 900 héttel látom, nem csak nekem van ilyen jó napom. Nem másoknak is. Utálom ezt a felső részt, mert mindig mindenhonnan lőnek. Menjünk egy artis kört, igazatok van. Ennyi mondjuk artival, aztán cső. Az artikkal játszunk csak. Most is récselhetnék, de nem érdekel. Mert igazából a célzásom jó volt. Miért nem megy lagán? What the fuck? Ez mi volt? Ezt figyeltétek? Az is jó volt, megfogta azt így hüty! Főfüttyent az ágyon. Fütyi-fütyi, le kéne ütközni az 50B-t, mert nem nehezebb a tankuk nála, de nem ez, hogy az ő tankja nehezebb. Most nem lennék biztos, hogy az 50, vagy az 50B a nehezebb. Nem szabad az 50B-ket se alábecsülni. Akármennyire nem emelt a tankok. Nem vigyázol, akkor könnyen megcsipik a kukidat. Te azt mit csinálta, vág a barátom? Szignállal bajok vannak. Megölték az ellenfél tüzérét. Az egy regia a csapatnak. Az megnyugtató. Itt jön a puttony. Van puttonyában minden jó. Pirossá van magyarú. Dicsi zacsi. Majd spottolva vagyok még. Nem, ugye meglátjuk. De spottolva vagyok, folyamatosan spottolva. Nem, most spottoltak fel. Wow, az tök jó. Van zsák, oda van minden jó, piros alma, magyaró. Ezt figyeld! Micsoda a 200 IQ-s play. Azt hitte, hogy övi a világ. The world is mine. Mondta a Tony Montana. Nem a szempály. János úrát, téged is üdvözöllek. Gontos kettő. Üdv a streamben. Mi legalábbis ebben a streamnek álcázott valamiben. Gyönyű szép lövés volt, GB. Ezt oktatni kéne, rendesen ezt felső oktatásban kéne művelnem, hogy tudok ilyen szépeket lőni. Mi csinálsz itt, grillás? No, Mr. Grill, no. Amúgy ez a célkereszt, ez borzasztó, tehát föl leugrál. De most is, hogyha nem ilyen, hogy mondják ezt, nem reflexből céloztam volna, akkor mellé ment volna a lövésem. Akarod már innen? Get rektű. Meg nekem is. Legalább elhoztunk egy tankot magunkkal. Az ellenféle puttonyát. Keep it up. Keep calm. Micsoda biztató szavakkal jellemzi a csapattársunk a játék végét. Streamnek házadott fekete kereskedelem. Mit árulunk feketén, kedves nézők? Mondjátok meg nekem. Mi az, amit történik adásvétel, csere folyamatokban? Get rektű. De ez a meccs legalább jó volt, ezt élveztem. Itt volt egy kis fight, egy kis csiki-puhi, egy kis lögdösődés volt ott a hegytetőn. Nem hiszem, hogy fogok ma szakaszhozni, Kristóf. Nem akarom ezt a szerencsés napomat rátolni valaki másra. Azt figyeltem amúgy, hogy az a
Volt egy 900 hetünk, és az is egyetlen egyet lőtt az egész meccs alatt. A játék elején már ilyen 20 HP-vel a ballagot ki onnan. Jaj, nem ezt akartam. Meg lehet így nézni, ezt nem is tudtam. Van erre lehetőség. Jármi előnézete, összehasonlítás az ad. Játékos klán profilja. Az igen. Azért ez nem semmi. Meg itt már ki is lehet másolni a nevét, de jó. Meg nem is olyan rossz játékos. Sőt, hogy ennyi csatával biztos, hogy nem rossz játékos. Rossz végén nem, 15-3 lett, hibás a játék. Elromlott a script. A csaló scriptet elrontották. Menjünk egy artis kört, aztán legyünk. Tehát figyeld meg, Himmelsdorf, Ensk vagy Párizs. Ezek a pályák lehetnek csak. Mondom én neked. Tehát olyan nincsen, hogy izére rak be. Valami jó kis zsíros pályára? Nem, izé kell neked, városi pálya. Ha nem tetszik, akkor lehet fellebbezni a izénél. A Jenőnél, a polgárúri hivatalba. A Jenőnél. 1278-78, hát akkor grindelunk rajta, habor. Akkor paddolunk egy kicsikét, elúszított el meg a izével, a varrógéppel. Nincs mese. Szavasz Ákos, én 9000 kilobit per szekkel streamelek, annyi max, amit a YouTube be tud venni magába, annál feleslegesebb többen streamel. Ja, meg persze 60 FPS-sel, az fontos. 60 FPS és 9000 kilobit per szek. Bocsánat. Jaj. Itt amúgy van egy olyan bugos ház, meg egy régebbi streamen feleztem föl, amit hogyha ledöntesz, amit nem lenne ledöntve, és artival meglövöd, és megölöd saját magadat. Vicces mi? Nekem annyira nem volt vicces. Nem hiszem, hogy rontottam volna azon a staton, tehát... Főleg az előző körrel. Inkább átlagon felüli volt az előző kör a mai naphoz képest. Figyeld meg, track vagy a lövegét megmondom, vagy nem is sebzem. Vagy valami ilyesmi lesz. Mondom én, érted? Hát nekem még véletlenül se adja be ezeket a lövéseket. Nekem tracket lő, szinte kivétel nélkül mindig ez a tank. Na de bezzeg, amikor én játszok az AMX 1390-nel. Akkor azért történnek a dolgok érdekes módon, 900 HP-kről kivágdosnak az ilyen jóskapisták. Na jó, befejeztem a rage-elést. Ezt egyszerűen nem bírom magamban tartani. Ez olyan, mint amikor hasmenésedben is meg tudod visszatartani, az lehetetlen. Hova megy amúgy? Meh. Majdnem ellőtt az ellenfél artia. Counteröznek. Hadd menjek már oda be! Meg fognak ölni. Hadd menjek már oda be! Szük. Motort elé, de jól lenne eltalálni. Hát amúgy azt se ütöttük be. Hogy azt se ütöttük át, pedig lehetett volna. Stunt le kéne venni. A stun nem jó dolog. Nem tesz jót az egészségnek. Mit csináltam amúgy? Ah, jó, mellett csapott szépen, úgy. Jó lesz az úgy nekem. Nice. Akkor nem ezt kiszedni innen. Na, mindegy. Mert miért is ne? Abban a másodpercben, ahogy lőttem, már lőtt is az ellenfél, érted? Lehet, hogy nem tudott neki volna előbb menni. Amikor így nehéz rá reagálni. CZ, cseh volt a srác.
üzé volt szerintem. Lett moddolt, mert ilyen szépen lőtte be az előbb is ezt a részt. Meg amúgy honnan a francba tudta volna, hogyha itt vagyok. Jó, amúgy így kéne ötösnek lenni a lottón. Így kéne ötösebbnek lenni a lottón. Mert hogy megmondtam, hogy milyen pályán fogok játszani. Jaj, jaj, jaj. Na, grindoljuk vissza azt a fránya VN8-at. Legalább egy 2200-as. Recent kell nekem. Amennyi az overállom, annyi kell nekem recentben is. Nem megyünk el, de meg nem lesz meg, srácok, hogy úgy készüljetek. Hideg élelmet, takarót, meg mindent hozzatok, ami csak kell. Nem mehetsz aludni, Tamás, nem mehetsz aludni. Tilos aludni itt most jelenleg. Csapattársam Arti pontosan onnan lőtt az előbb. Lehetséges amúgy, ez is elképzelhető. Na, kifújom az orromat. Pillanatot várjatok. Kifúvom. Most pedig már minden jó. Tavasz, Jakab Robert. Csókolom neked is, patya. Valaki már alszik 3 perce. Hogy volt Merced? Hogy volt Merced? A ritmusra fújtam. És tényleg észre se vettem. A ritmikus fújások történtek meg az imént. Hölgyeim és uraim. Mert nem is ide kéne állnom, hanem oda, ahol az előbb álltam. 1390-essel. Spitzu, Jackie Jackson, minden ami szemszenek ingere. Szemszenek ingere. Elhalapom a szavak a végét, az a legrosszabb. Nem szabad elhalapni a szavak végét, kedves nézők. És persze most lehetne oda lőni arra a részre. Meg elkezdett fájni a fejem. Meg ez a rész lehetne, ez a rész lehet rohadtul ópia is ennek az EU-szenetnek. Ahol a 13, vagy az AMX 12-t áll. A rohadt jó a kamód. Meg szerintem lövés után lehet, hogy felszpottolnak, sőt szerintem biztosan lehet benne lövés után felszpottolnak, de akkor is elég brutál lehet, hogy mondjuk beállsz a dalsús nyásba. Tudom, ezt a részt meg kéne tolni. Se a pénzet emlőtték, aki ott nézlődött. Ebből se senkit. Itt áttámadott. Most pizza azért vigyázni kell, de lehetne amúgy menni. Az LC is. Jó, az elcsit, azt megölöm. Ez a motorja volt. Ez a Jacko. Hát csak egy volt a Jacko. Azt hiszem lehet így trükközni egy kicsikét. Ha, várjál csak. Figyeld. Annak sincsen szerencséje amúgy. Nem tudtam pont rávinni a löveget, nem tudtam kivinni addig a löveget. Majd de imádom én ezt a játékot. 62-szer kell nyomni azért a javítást, hogy jó legyen. De amúgy ezeket mire várnak? Mert ha várunk mi is itt hátul, már ezek szerintem lehet támadni. Rendben van, várjunk.
Valami nagy csúnya gonosz ellenfél lehet itt előttünk, aki miatt várni kellett. Nézzük csak, mi az a csúnya gonosz ellenfél. Lássuk csak a térképet. Miféle csúnyaság rejtőzik ezen a részen. Egy darab spitz? Úristen, ez most komoly! Hát emiatt jobb, hogyha védekezünk inkább. Ott egy Type 64 is, jesszus úristen. Ez valami borzalom. D150 kávé egy. A szovjetek itt vannak. A vieték. Hol a izé? Megölték? Ja, nem, a Type az elment innen erről részre. Szóval feljövök ide a más bokros részre. Shielded T-34-es. Meg a Type az kiszedte őket. Nét. Szerencséd. Hogy öreg apádnak szólítottál? Veled mi van? Snapshotmester. Piccentős piccentő, mutasd magad. Fájtolni akar a kis cica. Jó az, csináljuk. Biztos. Ez még véletlenül se trackelni le. Nincs track. Ha menjünk tovább. De olyan viszont elég gyorsan tölt, úgyhogy vigyázni kell vele. Add be! Az úgy... Az mi volt? Hát az mi... Az hogy ment oda az a lövés? Mi az ilyen ellalakba? Vagy mi a fos? Itt meghallott a tér, vagy mi történt itt? Vagy féregjük volt? Tehát féregjük volt itt a tankert, beszippantott, azt kiköpte ide? Vagy mi az Isten volt az a lövés? Megérted? Szerintem egy helyben álltam, de azért az arti lövése az még kifordított. Hogy ne tudjam ugye meglőni az izét. A télmiszt egy eset ott előttem. Ez csodálatos volt. Ez aztán tényleg igazságos volt, azt a betyár mindenit. De hogy csalt? Én csalok. Megnézem újra a streamet, mert kíváncsi vagyok. Az utolsó lövés az valami egészen elképesztő volt. Az igen. Azt nézd vissza, mert be fogsz szarni, hallod? Hát hallod, a célkereszt a közelében nem volt annak, ahova ment a lövés. Hát csak a tankon volt a célkereszt, hogy hogy mented, azt nem tudom. Na ezt nézzük vissza izében. Ripley-ben, mert kíváncsi vagyok. Hát ez... Ezt nézzük vissza, én ezt muszáj vagyok látnom. Hát megnéztem a streamben, és csak az ellenfél tankján volt a célkeresztem, semmi máson. Bermuda 3-szög van a T-30-t tornyán, hát ez elképzelt. A Wargaming megvette a lövedéket. Ez jó. Gyorsan belepörgetünk, aztán megnézzük, hogy mi volt ott a tényleges sztori. Jakab Robert úr. Egy sörnyi vigaszdíj az E-25-ös meccs után. Hozok be egy sört magamnak akkor. Mi ez a hangom úgy? Valakit le akarnak bombázni. Nagyon szépen köszönöm, Robi, a támogatást. Tetszik az újfajta, a donét kijelző? Nézzétek addig a visszajátszást. Jöjjön.
Van még amúgy nagyon finom német söröm, meg kaptam egy ilyet is, ezt nézzétek. Oktoberfestes. Paulaner, eszméletlen finom volt ez a sör. De én akkor is ilyen izét fogok inni. Szutykos Józsit. Ez is ilyen kanyarlövés volt, hallod, ilyen vantilos szisztéma. Tekerjünk csak ebbe bele. Remélek rá egész nap. Nem menni még tovább. Amúgy biztos vagyok benne, hogyha letoltuk volna korábban ezt a részt, akkor megnyerjük a meccset. Spiccentőt itt tudom meg. Ez egy csodás célzás volt amúgy. Itt jön az ominózus pillanat. Igen, és itt fogok kapni lövést az artától, igen. És nézd meg, alig mentem, de kifordítja a tankomat. Egész jó a reakció, nem ahhoz képest. Kb. Egy másodperc alatt lereagáltam az egészet. Na, most pont nem láttam, basszus. Pont belegyorsítottam. Közvetlenül az arti lövés után van ez a dolog. Lövés, itt az arti lövés. Itt fogok ráfordulni. Mondd ezt tudni nekem. Ha nem tudok jobban kizumbolni, kéne mod. Kéne valami mod, amivel látom. Nézd meg, hát csak a tankon van a célkereszt. Látja valaki? Én nem láttam sajnos. Ez csak a tankon van, semmi máshol nincsen célkereszt, de valahogy mellé ment. Kéne mod, amivel másik szemszögből lehet nézni. Lehet, hogy ha fölülről nézzük, akkor talán jó lesz. Még kapjuk az artat a lövést. Ezután. Betöltök, már lövöm is a csávót. Sőt, kevesebb, mint egy másodpercet lereagáltam. Az arti lövést, ez egészen... és volt. Autotarget. Azt akarom nézni, hogy a lövés pillanatában le akarom állítani. Aha. Hogy ebből hogy mented az a lövés, azt ne kérdezzétek, mert elképzelésem sincsen. Ez van sniper nézetben. Nem látom egyszerűen a lövedéket, mert annyira fehér minden a talaj meg az ilyesmi. Nézd meg, sniper nézetben ilyen a célkereszt. Ide céloztam jelenleg, és ide ment a lövés. Azért az úgy nem semmi, mi? Beszarás. Nem mindegy, hagyjuk. Valószínűleg az lesz, Adolf, hogy lemaradt a szervoldali célkereszt, de hát akkor is. Egészségetekre. Igyunk egy sört, aztán ne bánkódjunk az ilyen bullshit szisztémákon. Nem, ez nem lepattanó volt. Autotargeter rajta volt, és nem mondott semmit a legénység. Úgy azon gondolkodok, hogy lehet, hogy a izé volt a ludas. Hogy az arti meglőtt, elfordultam, és a szerver nem tudta olyan gyorsan leragálni az artis lövést, meg a fordulást, és emiatt még azt hitte, hogy ott vagyok hátra, mikor ellőttem magamat. Elég valószínű, hogy ilyen szerver oldali bullshit volt. Nem volt elég gyorsabb Wargamingnek a gépecskéje. Számítógépük.
Meg ilyenkor már kár háborogni, mert nekem is volt hasonlóan szisztémám, hogy valaki közvetlen közelön mellém lőtt. De hát ez már csak ilyen. Túl fordultam. Szabolcs, nézed az autó targetet, tehát, vagy az autó célzást. Az autó célzás rá volt téve az ellenfél, és rá volt szűkülve a lövegem. GB csal gyorsabb a szervernél, persze. Sok-sok csaló mód még. Most kimutatja fog a fehérjét. Itt hol franc bájak páncervadásszal, tudjátok? Tud valaki ezen a pályán valami jó páncervadászos pozíciót? Adj egy picit agresszív. Az igen. World of Helicopters. Na, adjatok annak a talicska mesternek. Most nehéz ezt annak kipiszkálni, fenelje meg. Addig jó, amíg nem spottol fel. Nem hiszem, hogy át tudom ütni még APCR-re se, úgyhogy inkább hagyjuk. Csak spott alatt tartom. Ó, szegény új. Ott meg egy vadászgép megy el. Azt a rohadt, de jól nézősz ki. What the hell? Az mondjuk elég menő. Nem oda együnk. Megérte? Nem szottolt fel. És ez a megkönnyebbülés. Nyomom az albetet, akkor a talaj nélkül tankkal túl tudok fordulni. Én azt értem, de a célkereszt rá volt szűkülve az ellenfél tankjára. Hát most, hogy fordulom túl a izével, érted? Tehát hogy fordulom túl, úgyhogy a célkereszt rajta marad? Tehát hogyha a célkereszt rajta van, akkor a lövegnek is ott kell lennie, ahol a célkereszt van, nem? Vagy a célkereszt ez egy külön életet él, vagy az micsoda? A célkereszt az ugye el szokott mászkálni, elmegy a boltba vásárolni, vesz egy kis tejet, kenyeret, aztán meg visszajön? Vagy mi a franc? A célkeresztnek azt kell mutatnia, ahova a löveg néz. De most ha túlfordulom, akkor a célkeresztnek nem ott kellett volna lennie, hanem a célkeresztnek ott kellett volna lennie, ahova ment a lövésem. De a célkeresztem a tankom volt. És a célkereszt azért célkereszt, mert azt mutatja, hogy hova megy a lövedék. Vagy hova menne jobb esetben a lövedék. Mint most is. De most érdekes módon nem fordultam túl. Most érdekes, nem ment el a célkeresztünk a boltba vásárolni. Ölje már meg azt a fosztartályt valaki. Fogyatékos ők, és nem találom el. Nézd oda! Azért mondtam. Ó. Viszont probléma. De olyan probléma, hogy nem tudod megoldani a GB-mester. Wow! De megijedtem. Puri-puri. Halljál már meg. Akkor ne. Nem kell lesz te nékem. Én sem kellek néked. Értem, hogy mit mondatok, srácok, hogy mire akartok utalni, de akkor is ez ilyen. Nagyon durván bullshit-nek tűnik nekem.
Tehát nem hiszem, hogy a célkeresztnek ott kéne maradnia ennyi ideig. Köszönöm Prox a feliratkozást. Üdv a streamben. Endre, neked is jó estét kívánok. De most kíváncsi vagyok arra, hogy amit mondtuk, az megcsinálható-e. Lehet, hogy nektek van igazatok, és én tévedtem. Az sem elképzelhetetlen. Akit most eléggé nehéz lesz ezt megtenni. Mondjuk hát, hogy a Pantera így ránk jön jolóban. Ha hátrébb megyek, akkor a domboldal miatt ott dölt valami. Egyet lőtt a Pantera. Bemegy a panelházakba. Figyeljed már. Német René Channel téged is üdvözöllek, és köszönöm szépen a feliratkozásodat. Brithevit mikor húzom, DB. Te vagy a DB. Hábor. Egyszer majd talán. Mikor elmegyünk Kukutyimba Zabot helyezni, akkor fogom húzni a Britheviket. Na, add be neki! Ez az. Baszki. Az a kilőtt repesszem. Nem mutatja. Nem baj, az jó meccs volt, attól függetlenül, hogy elvesztettük. Volt 2001-szer sebzésem, én boldog ember vagyok. Nem volt ideje az ágyúnak fordulni. Hogy az autó target rajta volt, de mind a kettő célkereszt rajta volt. Most már ezt vissza akarom nézni. A streamet. De úgy van, hogy a sniper nézetben van, vagy hogyha ilyen külső nézetben van, akkor ugye két célkereszted van lényegében. Megnézzük lassítva a streamet. De most miről beszéltek, srácok, ha olyan fel akartok cseszni? Megnézzük ezt a streamet. Ja, ez a felvétel működik még? Reméljük működik. Itt van. Ti azt mondjátok, hogy a cső nem a tank felé nézett. Hát én nem tudom, szerintem ez a cső eléggé a tank felé néz. És nézd meg, itt van a célkereszt. Így áll a cső. És hova megy a lövedék? Tehát nézd meg, itt van a cső. Itt van a cső, és erre menne kifelé a lövedék. Jó, még mondjuk, hogyha azt mondod, hogy letrekkeltem volna a tankot, és nem ütem be, vagy lepattam, vagy ilyesmi. Akkor azt mondom, hogy igen, lehetséges. Tehát itt, hát az ide menjen a lövedék, hát legalább idáig ki kéne fordítva lenni a csemeget. Tehát így kéne nézni, de így kéne tüzelnem idáig. Így kéne idáig betüzelnem, de kell, nem tudok így rajzolgatni ezen. Vagy várjál, csak leprinszkülönöm, aztán rajzolok. Kinyomjuk. Meg kell keresnem a lövés pillanatát, és leprinszkülnáljuk. Ups. Túltekertem. Megvan. Mindjárt mutatom egy pillanat. Belőtettek a bugarat az agyamba. De mi történt? What? Véletlen izét nyomtam el. Hups, a webkamerát.
A pillanat is mutatom. Az most így látszik? Aha. Valahogy így látszik. Keresünk vonalat. Az ágyum ilyen ívben van jelenleg. Ilyen ívben van, tetszik látni? Ennek nagyjából ide kéne mennie. Kérlek meg, hogy ez piros legyen. De ennél kéne megcsinálni. Úgy. Ez lehetne vastagabb is. Hello, ezt meg kéne vastagítani. Na mindegy. A következő akkor ilyen lesz. És nézd meg, ide ment az én lövedékem. Tehát tetszik látni között a különbséget? Tehát ez nagyon nem az az irány, amelyre az ágyom nézett. Hát legalább ennyire ki kellett volna lenni a fordítva a csövemnek ahhoz, hogy ide elmenjem. A lövedék. És tudom, hogy lehet-e megtévesztő ilyen szögben, de láttátok, hogy belenéztem sniper módban és még a visszajátszásnál is, és ott telibe rá volt szűkülve a T-34-esre, sniper módban is, és ilyen felülnézetes módban is. Kicsit balra kéne állnia, de akkor is a trackre nézett. Az amúgy lehetséges, tehát hogyha mondjuk letrekkeltük volna, akkor azt mondom, hogy oké, tehát akkor én hibáztam, mert nem jól céloztam, és a tracket találtuk el véletlenül. De az, hogy ennyire, tehát ide kimenjen a világ végére. Vagy lehet, hogy tényleg a pálya, itt valaki írta, hogy a pálya széle miatt van ilyen optikai bug, az is elképzelhető, hogy ugye itt van a pályának a vége, és akkor emiatt olyan furcsán nem lehet normálisan látni a dolgokat. Azt sem elképzelhető, milyen szép fejem van amúgy. Na, hanyagoljuk, engedjük el ezt a meccset. Ezt küldjem el a végének. Azt fogják mondani, hogy server blog volt. Sőt, amúgy volt egy olyan még a CZ barátomnak, hogy patchettel közvetlen közel 5 lövésből nem sebezte egyik sem az ellenfelét. És elküldte a végének, hogy ez mégis mi a fene. És akkor azt mondták, hogy hát ez ilyen bug. Kész, az cső, viszlát. Nem volt rá semmilyen ilyen egyéb magyarázat. Az bug, aztán kész. El is azt mondanák, hogy bug és kész. Játsszál tovább, aztán maradjál csöndben. Szóval vannak ilyen vicces dolgok. Mint amikor egyszer Type 5-tel egy, azt hiszem, hogy IS-7 vagy IS-4 alá lőttem, és lőszerre keszeztem. És egyszerűen nem értettem, hogy az hogy a fenébe történt meg. És azt hiszem, ugye, hogy bug, de elméletileg az lehetséges, hogy ha a tank mellé lősz, akkor van rá bizonyos esélyed, hogy ment repesz lőszer véletlenszerűen, hogy ugye felrobbantsd a lőszerre keszét. Nem jövök szakaszba, habor. Ha donételsz 16 millió dollárt, akkor sem. Jó éjszakát, Endre, köszönjük, hogy itt voltál. Szép álmokat kívánok néked, hogy meg paddoljunk tovább, kedves nézők. Artival fogok paddolni. Erre varjál gombot. Tudja, hogy van valaki, itt mindig vannak tankok. Hello, Konki. Nincs elég hatótávolság ma Konkihoz. Szerencsét, hogy örök apádnak szólítottál. Attont elkapjuk. Így. Basszus. Azt mondom, vissza fog menni teljesen. Te Géri, a szakasz ingyen van. Ebben igazad van, Máté. A szakasz az ingyen van. Hát hábor, akkor sajnálom. 15 millió nem elég. Az nagyon kevés. Tudod jó, hogy én egy kapzsigonos streamer gyermek vagyok. Nekem valami 15 milliókkal, nehogy itt kiszúrd a szememet. Nagy valaki komolyan vegye, mert annak elpaskolom a hátsóját. Csak vicceltem, természetesen. Az a puttony, ez tetszik nekem. Együk kezelésbe a fiatalembert, várjál csak a... Nem
fog oda menni mellé. Vissza fog menni. Mondom én. Nem hittetek nekem, pedig az visszament. Pattintani kéne még a lövéseket, de Artival azt egy picikét bonyolultabbba kellett írnia. Mennyi tank, basszus, mennyi zsíros, szaftos célpont. Ó, azt a kur... Na ez brutál volt. 4 tankot találtam el egyszerre. Sebeztem is őket, stunoltam is őket. Ezáltal sok időt tudok nyerni a csapatomnak. Jó volt az a fagyatékos, aki idelőtt. Pattont kéne fókuszálni. Na jól csinálják, mert nem mentek annyira egymás mellé. Elég idős. Várjál csak. Jó lesz. Remélem. Ne, annyira nem lett jó, de... Legalább a konkrét azt eltaláltuk. Yellowhead az 50 millió, az már egészen jól hangzik. Ilyen összegnél már tárgyalhatunk. Volt az 5 tank, és ezt nem figyeltem, Petty, akkor igazad van. Teljes mértékben igazad van. Örülni fog nekem az a konki. Volt túl hatékony. Talán még tudok azokkal csinálni ott valamit. Töltsek be. Tízben mennek visszafelé. Tegény Artnak nincsen szerencsés. Aztán azon kis ágyi van, azért sebb az ilyen keveset, vagy hát viszonylag keveset. 113. Fufu. Meg lett villámcsapva. Aja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 j
Jaj, 50 mil pengő, az kéne. Miről van szó? Azt kérdezték a srácok, hogy mennyiért feküdnek le velük, és mondtam, hogy 50 millióért. Szép track volt az. Ó, és megfogta a izé, a híd szerkezete. De nem tudok előni sajnos, pedig jó lenne. És húzok innen. Ja, nincs is itt senki, basszus, azt nézem. Ne egye meg. Anya nézd, kéz nélkül megy a tankom. Lenni itten kis probléma. Nem is oly kicsi. Futi, 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 futi. Estét ezt fel kell áldozni. Ő a kék ember. Ő Sonic. A Hedgehog. Nem szeretem a kozelt habor, nem szeretem. Az az egyetlen egy sört rán, amit nem szeretek. A kőzel. Meg azt mondják, hogy nem is annyira rossz, de nekem valahogy úgy nem jött át. Hajja, csupajja. Meghalt. Ha bent kellett volna maradni a gödörben. Mi ez felélet? De várj, ez hogy kékült be úgy, hogy nem bannolták ki? Mi levette a bant, vagy mit csinált ez? Mert ott állt fél órán keresztül. What? Ezt még nem is láttam. Be lehet úgy kékülni, hogy nem bannolnak ki. A kék jelzés az azt jelzi, hogyha valaki kilövi a csapattársát.
Vagy hát többször meglövi a csapattársat, és akkor lehet bekékülni, ugye? Aki a saját csapattársát lövi, azt jelzi kékkel. Pontosan a Yellowhead írja, az áruló. Az árulókat jelzi kékkel. A Warships-ben vicces, mert a team killereket ott ilyen rózsaszínnel jelölik. Az gaming kanál is. Itt van forgalom. Hát... láttuk már mi is szebb napokat. Volt itt 1000 fölötti nézőszám is, tehát... ahhoz képest én is csak vegetálok. Érdekes ez a YouTube értesítési rendszer. De a kömény mag az általában itt szokott tartózkodni a streamen. Csak nincsen valami extrém durva dolguk. Mint például kapálni kell a teheneket, meg ilyesmi. Azt szoktam csinálni. Na, toljunk egy költ a Mauser, úgyis imádjátok ezt a tankot. Például úgy tudok vele játszani, úgyhogy ez pont jó kombináció. Nincsen névbemondás. Majdnem kimondtam a nevedet, de... Great bait, mate. Én már egy hónapja kék játékos vagyok. Hát, Máté, gratulálok hozzá. Remélem VN8-ban vagy kék, nem pedig teamkillelésben történtek a dolgok. Megittem egy kortyot az isteni nedűből, most már biztos, hogy jó lesz ez a meccs. Kilőtt valakit, Csaba. Tehát úgy van, hogy ha kilőd a csapattársadat, mínusz egy killed lesz, és ha kilősz valakit, akkor pedig nulla. Így működik ez a játék. Az jó ötlet, really. Kell parentezni a tarhonyákat, pontosan. Pontosan. Amikor én játszok ezen a pályán, valamire elrejsz teszed, de soha senki nem jön. Sem másik oldalról, se erről az oldalról. Ezt figyeld? Azt majdnem találtam úgy. Nem kevés kellett volna hozzá. Én oda blindolok egyet. Ha meggörbülök, akkor is. Köszönünk a magyar kollégának. Hát, hogyha lehozza nekünk a meccset, mert nekem úgyse fog menni. Milyen chilles ez a vízesés rész itt. Meg amúgy milyen érdekes, hogy ez a pálya az ilyen sztyeppe. Tehát azon, hogy a francban van vízesés. Vagy csak én vagyok túlságosan rossz földrajzból. Meg milyen vízesés az, ami a sziklákon keresztül esik, azt mondja már nekem valaki. Ki csinálta ezt? Ki dizájnolta ezt a részt? Üle egyes. Rámenjek az 50 TP-re, vagy mi az 60 TP-re. Arti már megkezdte a kábítást, meg a csábítást. Csábításban jeles. Hihi. Nem talált, vagyis talált, de nem tudott sebezni. Mert én Mausz vagyok. Nagy a páncélom. Közben megyek a 60 TP-hez, hát most... nagy majd... bödön nyalja ki a mocit, vagy hogy szokták azt mondani. Ó, figyelted a bétet? Figyelted a trükköt? Nem szabad ránézni, az a lényeg a Mausznál. Mert nekem általában soha nem szokott sikerülni. És ha kigyűlne, már pedig ki fog gyűnni. Ő pedig egy picit befordítod a tankodat, és általában ilyenkor jó szokott lenni a szisztem. Csak nem szabad túldönteni, mert az nem jó. A túldöntés az nagyon rossz. Kedves nézők. Óvatosba. SK-im. Hihihihihi. Ha. Én tűtök belőbb.
Őrök káposztam. Ezt figyelted? Tarpolt. Emberi előni magát. Én is cuki. Basszus. Ahogy barát mondaná, neked lenni nagyon vicces fogyaték. Meg nekem is nagyon vicces fogyatékom van. Nem céloztam arra a IS-3-ra. Azt a csávot legagyáztuk konkrétan. Zseniális volt. Hát egy picit meg lett szivatva az emberünk. Minden lövését lepattintottam. Hát igen, a mouse-nak valahogy így kéne működnie. De valamiért nekem az esetek nagy részében nem így szokott működni. Jó, ezt megérdemeltem. Ezt megérdemeltem. Tól. Á, csak egy 1100 HP-éget lerúlunk, az semmi. Bekapcsoltam a 20 páncélja. Nem tudom, nem hiszem. A GB Tiger már kezdi előre a tovartúrát. Amúgy kéne ízét tenni ebbe a tankba tűzoltót. Lett volna tűzoltam, ezt a meccset megnyerjük. Hát így. Ez a meccs, hallod, ez a meccs, ez a tipikus iskola példája annak, hogy miért egy rakás, hadd ne mondjam micsoda a World of Tanks. Egy 8-as tangnak a gyenge pontjáról, ami nagyjából egy olyan 180-190 mm környékén van pálcizat tekintetében, egy 250-es átütésű 128-as, 10-es szintű löveggel pattantam le. Tetszik érteni, mit mondok? Nem tudom, hogy mennyi páncél volt ezen a részen az ISM-nek. Itt van ISM 3D modell, tessék nézni. Jelző felvétel. Nagyjából így állott az ISM. Volt a 199 mm páncizat, érted? Nekem meg volt átlagosan 250-es átadásom a mouse-zal. Nagyjából így láttam rá. Jó, mondjuk egy kicsikét több. 200-200. De ezt nem is ilyenbe kellett volna lődöm akkor is. Ez is ilyen bullshit volt. Bullshit.exe. Igen, a Judite felirat az ide is érvényes, az egész mai napra érvényes a Judite. Ha nem gyújtott volna ki, az a talicska rák, amit arsznak neveznek az emberek, akkor simán lehozzuk ezt a részt, nem mehetünk volna is tovább. Na és ilyenkor tökélet volna egy repesz páncél a mahuzomra. Úgyhogy azzal lehetett volna korrigálni az arsznak a sebzéseit. Ha van egy repesz páncél, akkor még a Konk GC, vagy én a Konk GC-vel a mahuzakba szoktam sebezni ilyen 100-200 maximum. Ja igen, lóbaszó térék, meg a 60 TP hittel pattog, de az ISM az menet közben elküldi az alsó lemez. Az is vicces amúgy. Az is vicces. Hát ilyen ez a játék, tetszik látni. Így működik. Tolok egy költ a Type 5-tel. Mit szóltok ehhez? Nem is a Type 5-tel, először még a Somebody Touch My Spaghetti tankommal megyek egy meccset. Kb. 20% esélye volt az ISM-nek, hogy beüssön. Hát szerintem még annyi sem, mert nekem rendszeresen volt olyan, hogy mouse-nak az alsó lemezéről pattogtam 8-as tankokkal, meg ISH-nek az alsó lemezéről pattogtam, tehát
Ha 2%-ot mondasz, akkor azt mondom, hogy talán. De hát ilyen az a játék szépsége, tehát valamikor adsz, valamikor kapsz. Csináltál mémet? Hát kíváncsi leszek már, hogy milyen mémet csináltál. És lesz spot a másik oldalra. Hol hangzik? Itt várni kéne itt most még. Ilyen sok magyar van itt mostanában. Tolja a botot. Senki nem tudja, hogy rákos a játék. Meg lehet, hogy én vagyok a rákos. Szevasz Kristóf, köszönjük, itt voltál. Jó éjszakát kívánok. Úgy jól, benne toljon valaki a vízbe. Magyar játékosok betolnak itt. De úgyis nem csak a magyarok tolnának be. Oh. És a spottot kaptunk. Mi csuda spot? Mondom, a becset spottolt fel, szépen lassan előrébb. Maszkát, ne. Nem beesik a vízbe. Érdekes, hogy spottolnak föl. Ott lenne lent a izénél. Usnyásban. Benne vagyon a magas fűben. Melyik könnyű tank ágat érdemes kihúzni? Szovjet, meg talán a francia. Azok elég ütősek, de a szovjet az nagyon jó. 1000 light az eszméletlen király. Jó az átszáj, jó a lövege, jó a gyorsul. Nagyon sok mindent lehet vele csinálni. Nagyon sok oldalú tank amúgy. Super Konki meg az Action X-t az bent emeletleg a városban, meg talán még valaki. Ilyesét. 460 TP az a másik oldalt van. Hát hogy érdemes lenne megtolni ezt a részt. Lehet, hogy van valami titkos fegyverük ezen a részen. Én arra kinézek. Ez fasza. Az fasza amúgy. Na mindegy. Tudásfókuszt kaptam. Igen, a túlzott agresszió volt itt a hibás. Néznek, ki fogják szenvedni, de hogyha én kimegyek, akkor szarrá fókuszálnak. És amúgy, á, mindegy. De meg tudnánk jönni a Super Konkit, egyetlen egy lövés kéne bevenni az objectnek, de nem. De figyeld meg, rámennék a Super Konkit, nem jönne utánam, ez megállna itt egy helyben. Ez meg sem moccanna. Á, és nem adta be a tracket. Én is adta volna. Tudom lőni még egyet. De nem is voltam spottal váló, honnan tudod, hogy itt fogok jönni. Nézd meg, ezért eszméletlen ocsmány tank az az object. Miért ilyen szar a javításom? Még szerencsé nem ölt meg ennyiről, most nézem. 440-es alfájával. Hatalmas nincs szerencsém van. Le kéne mennem a BC-re. Ide néz? Nem, az nem ide néz. Mert... és nem adja be azt a lőt, az is lepattan róla. És nézd meg, ez itt áll és végignéz mindent. Nice. Akkor nem néznék végig mindent. Hülyeség volt bevenni azokat a lövéseket a játék elején, de azt hiszem, hogy megyünk, hogy toljuk neki, vagy ilyenek. Lendületből áttoljuk ezt a részt, vagy ilyesmi, de nagyon nem úgy néz ki, hogy ezt megtörtént volna.
Ilyest nem veszem meg. Miért venném meg? Vagy hogy az ISM miatt? Kedveszben is az IS. Ez ott van csak 1 millió. De várjál az ISM-et, ja, de ebből lehet kiúzni az ISM-et, de nekem nem kell a izé. A 705 meg a 705-el. Nekem azokat ahogy annyira nem jöttek be. Mondjuk nem rosszak, meg jó a páncék, meg minden ilyesmi. Öt elég brutális a 9-es, meg a 10-es is, de... akkor se igazán szeretnék ezekkel játszani. Csodás meccseim egyike. Visszakapja a lángos festést. A Type 5. Hello Csaba, üdv a streamben. Történnek az események. Pörög az élet, mint a ringli spír. Az igen. Milyen sok papírtank van. A VT, a Conway, Becset AP. Esetleg az AMX-30-as, Sheridan. Ugráskocsi FV, esetleg a Becset. Ezeket mind be lehet lőni. Mit gondolsz, milyen ágon kezdjek el elindulni? Már kifejlesztettem egy 4-es szintűt, de nem olyan ütős, mint ahogy gondoltam. Hát Rolcska, attól függ, hogy milyen a játéktudásod és milyen tankokkal szeretsz játszani. Ajánlom, hogy a Japan Heavy ágat ezzel a Type 5 Heavy-vel a végén. Eszméletlen brutális és vicces tankág. Bocsánat. Ezen felül ott vannak a brit nehéz tankok, amik egy picikét szenvedősek, de a vége az elég ütős. Ezen kívül ott vannak vagy talán a szovjet közepes tankok, a T-62-jel vagy éppen az Object 430-ú, azok is elég brutálisak tudnak lenni. A páncélvadászban is van jó pár, amikkel igazán izgalmas lehet játszani, mert én azokat annyira nem kedvelem. Szóval igen, meg persze az Arctic. Artizni az mindig is mókás volt ebben a játékban. Vét, ez jó lett volna ellőni. Ki tudnánk, azt ki tudtuk volna venni egy lövésből, full HP-ról. Nem fogom bejönni a heavy sorra, mert tudják, hogy izé van. Náluk van a Type 5-ös. Náluk nincs ilyen olyan tank, ami felvenné velem a versenyt. Ez nem is kéne mennem itt a hordával, hanem el kéne jönni itt balra, vagy jobbra. Azt is fogom csinálni. Mert igazából nem lesz mit lőni. Csak bétel az ellenfél. Nem akarom bekapni a bekapni valójukat. Arra spottot. Ezt figyeld. Ne, és érted, leküldi a... Á, ezt nem hiszem, mert azt be tudtuk volna ütni, és meg is halt volna a frenébe. Jó lehet, hogy nem halt volna meg, de belelőttünk volna egy 1004-eset. Az a japán heavy, aki kempel a bázison, láttál már ilyet? Figyelted ezt, kedves néző. Nem baj, jók vagyunk itt, visszamegyünk, aztán védekezünk. Ilyen védekező tankok vagyunk igazából. Blind, 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 blind. Á, már nincs ott sajnos. De nem probléma. Vissza kell menni a base-re, mert van baj. Rendben van, Márti, mindjárt megnézzük azt a mémet. Kíváncsi vagyok rá. Ádám, eszméletlen brutális lesz a 9-es, 10-es. Nem fogsz bennük csalódni. Te mit csinálsz itt? Elidám, fiam. Ó, Sindeiro. Hajrá, GB. Nagyon szépen köszönöm Ghost Hunter a támogatást. Pont a legeslegnagyobb actionben sikerült összehozni a donációt, de én attól függetlenül nagyon hálás vagyok. És hogyha ezt megnyerjük, akkor neked ajánlom fel ezt a mérkőzést. Csak is csak neked, senki másnak. De miért hal meg mindenki? Én csak egy ártatlan kajdzsú vagyok, és nem tudok énekelni. Itt vagy még Guszti? Gaming kanál is úr. Nem gitározol nekem, én meg énekelek. És akkor megöljük a kedves nézőket. Benne lesz a híradóban, hogy egy
streamer több száz embert süketített meg éneklésével, ezért el van tiltva mindentől. Eltiltották az élettől. Takarodó, takarodó van innen a popsimból. Au! Anyu! Ugye a kukás szemétláda 1600-at lőtt belém. Ja értem, jó van, értem én. Értem én. Ez csodálatos volt. Hol volt a kukás autó amúgy? Gondolom ott lehetett mögöttünk, mert csak onnan lőtett. Ja nem, az innen lőtt. Ó, az a tornyomat lőtte meg akkor itt. A tornyom hátulját találhatta. Csodás mérkőzéseim egyike. Szintén tudtam hármat lőni, vagy négyet. Hát akkor nem nyertük meg ezt a mérkőzést, Ghost Hunter. Nem tudok mit felajánlani neked. Itt a testem. Vidd el. Ez már úgyse kell nekem. Lelaktam. 100 000 minusz azért befigyel. Rohadt életbe. De a fogyatékpont extra mérekkora nagy úr ebben a játékban. Nem baj, ez most jó lesz. Bízzatok bennem. Ez most működni fog. Itt is rengeteg papírtank van. ELC, Scorpio, Scorpio, RHM, Ebilegy. Jó, mondjuk az nem annyira papír, de hogyha megtaláljuk az oldalát, ezt be lehet ütni. Brille. Picit kevesebb az előző meccsben, de akkor is. Milyen kis udvarias a Tigris 2-es. Elengedett bennünket. Hadd menjünk utunkra. Nem kéne nyugtató szakasz a ború, csak szalabból adná a játék. Szemetebb lenne a matchmaking. Ez a festés, ez felmehet vajon a Type 5-re szerintem? Nem, ez csak németekre mehet föl. Nem is tudom, a japánokra milyen festést lehet tenni. De jól, ha meglőni a grillét innen. Puki 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 puki. 1500 HP minusz. Ne vaddálkodjál itt, véke. Összetöröd a kerítéseket, meg minden istennyilát. Hát mit képzelsz te meg? Kidöntöd a szőlőtőkéket? Hát hogy van ez? Érdemes RPS páncélt használni egy Type 5. Hát Ádám, bizonyos szituációkban igen. Én általában veszektem kockáztatni, hogy nem használok repesz páncélt, és valamikor bejön, valamikor nem. Alapvetően amúgy igen érdemes, az szép volt, pont az alsó mezőről pattant le. Szerencsétlen flótás, nem azt mondja, ez belül AP-val. Nem is ez kell nekem, hanem a grillen. Mert akkor téged ülök meg. Nincs jó. És tésztam. Nice. Nagyon szép lövés volt Bob Jack. Az is szép volt. BAM! Igen. Mindent megbocsájtok játék, imádlak mégiscsak. A csoda új működött. Csokoladista! Kezdek megvadulni. Erre rá kéne menni, nem? De kéne ütközni a fenébe. Ezt figyeld? Ez nem volt annyira jó. Megkészítjük még a az RHM-et is. De miért lőttek bele az RHM-be? Tartsuk trekkem. Nagyon jó. Rekkenkő, tartani tudtak lőni? Lőjje nyugodtan. Úgyis jó. Lássuk azt sajnos.
Ups. Letrekkeltem magamat. Ott a grille. Ne. De jó lenne, bárcsak meglőhetném. Amúgy nem broken ez a tank, de úgy... Hagyjuk azt inkább. Kevés benne a házpálinka. Nekünk sok-sok házpálinkára van szükség. Azt baj, ha most meghalok, én megyek. Megöljük ezeket útközben. Megöljük a grillét. Hát amelyik fog spottolódni előbb. Nem grille. De ne menj el, hello. Nem ezt beszéltük meg. Nem lássuk. Lássuk viszont. Be lehetne ütni, nem? Fel ne robbanjak. Anya, hozd a kamerát. GB8-as tankokat egy hitel. Micsoda ember. A grillét kell megölni, nincs mese. Terhám az már, a kevés HP van. Ajja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 jj
Répond, gratulálok. Menjük, azt megöljük az ortát. Megérdemli az a halált. Az igen. Még persze, hogy beizélte onnan, beejtette a lövését onnan. Ugye számolok vissza. Közelebb kell érni. Jó, megyem. Megölik mindjárt az Erhelmet is, remélem. Nem ölik meg az Erhelmet, mi a francia csapatommal. Miért nem tűtöttem be? Nice. Ó, oh, jó ötlet szakasz. Kedves Jakab Robert, Type 5-ben mindig gold. Ez ilyen instant szabály. Meg Type 4-ben is mindig gold. Az alaphály az fos. Keveset sebez, keveset splash-sel. A kezdetek nem ismerni ezt a tankot, úgy működik a prémium helye, hogy nem csak az alfa sebzése nagyobb, hogyha átüt, hanem a splash-e is. Tehát ezzel a sima repesz robbolával általában olyan 2-3-400 körül lehet sebezgetni, ez olyan 4-5-600 körül lehet sebezgetni. Tehát még ha nem üt be, akkor is magasabb az a sebzésétek, amit el lehet vele érni. Hogy ne lenne minuszas basszus, a Type-t az egyik legdrágább tank az egész játékban. Ez egyik legnehezebben fenntartható tank. Ez kb. Egy ilyen 100k minusz lesz. Na, vagy 65, ez egész jó volt amúgy. Ez még úgy, ahogy tűrhető. Az előbb sikerült tolni egy 100k-s minuszt. Ügyes volt a Mad Viking gyermek. Kaptunk bajtársak medált, nagy kalibert, acélfalat, meg egy első osztályt. Én meg egyhiteltem mindenkit kb. Az vicces dolog lehet, Alex. Amúgy rekkelgetni az ellenfél tankjait. Na, megbocsájtok ennek a mai napi játéknak. Mondjuk eszmetlen cancer volt, de akkor is még egy utcsó meccset megyek szerintem az Artival, aztán anyagoljuk. Kipítják, tehát a Facebookot, ja, én voltam. Nézgetem, hogy mit raktatok kézében. Facebookra.
Ah, Himmelsdorf. Ó, hát még nem jártunk városi pályán ugye Martival, ja, de... És tök jó erről az oldalról. Itt tudok menni jobbra, de ha nem jön oda senki, akkor pedig meg fogok ott pusztulni. Meg fogom nézni Máté a fészet. Ja, hiszen gondolsz, amit a Facebook csoportba tettél ki. Ja, az mókás. Egy Scorpion jön erre, király. Akkor menjünk fel a dombra. Holnap lesz a stream. Igen, Ákos, de a Votinfón. A Twitch-en. Twitch.tv/Votinfó csatornán lesz stream a holnapi nap folyamán. Shubidubidu. Where are you? Figyeld meg a zsákokat. Én vagyok a izé. Hogy mondják, azt nem pék, hanem... Hogy mondják, aki a malomba dolgozik? Molnár. Molnár vagyok. Visszem a sok lisztet. De én nem mentem le oda. Kispottoltam a tényleg, és meghaltam volna. Miért nem lehet már belőni? Miért nem lehet? Tényleg be lehetett lőni ide erre a részre. Mert az egész részre be lehetett lőni, nem csak ide. Hát sok sikert, GB. Természetesen. A Twitch jobb-e valamivel? Hát... Igazából mi azt a Votinfós Twitch-es csatornát már kb. Egy éve kezdtük el, és azóta ott szoktam streamelni, tehát az igazából oda került ennyi. Tehát nem volt semmilyen különlegesebb jelentősége. Olyan szempontból jobb, hogy az olyan dedikált gaming platform, és aki játékos streamel, az általában Twitch-en szokta ezt megtenni. Igazából nincsen olyan nagy különbség. Én szeretem a YouTube rendszerét, meg nekem nincsen vele problémám. Én szeretek így streamelni. Csak a Votinfósodások azok mindig is Twitch-en mentek. És neki igazából nem is volt olyan különösebb. Ja, de mert nekünk van partneri szerződésünk a Twitch-sel. Ami miatt... ha egy picikét normálisabb számokat tudnánk generálni, akkor lehetnének más lehetőségeink is, nem csak az, hogy... Jalonya is spagetti. Szerintem azt a tankot ott splasheltem egy kicsikét, de... Nem igazán lett baja. Felmegyek a hajtetőre, hát lehet ott csinálni valamit. Wow, ide be lehet lőni. Nem, csak azt hittem már. Tényleg eltaláltam azt, de durva. Hát, ha megállottam Batchet. Meg is állt, vagy Conqueror, is Batchet. Már halucinálok én is. Én vagyok Zsákos Frodo, benne igazatok volt. Meg a Twitch-ben azt sajnálom, hogy nincsen ilyen buffer lehetőség, mint a YouTube-nál. Ugye, hogy előtöltse a streamet. Nem is előtölti, hanem... Nem is tudom. Van egy pár másodperc ugye, amíg az a, azért van ilyen 20-30 másodperces delay-ja a streamen, mert de ez mi az Isten verése már? Följebb kéne jönnöd GB. Túl nagy időlésző, köszönöm. GB. Mi? És ez megakadt a üzében, de jó. És nem maradt itt fent senki. Fasza. Imádok amúgy városi pályán harcolni, annyira mókás, annyira izgalmas egyszerűen tényleg, hogy ilyen izéket kell. Ha nem adja be a pixel lövéseket, akkor szophatod a Brannert, mert a pürös életben nem fog senkit meglőni. Hogyha még véletlenül egy picit kimennél esetleg ezekre a pozíciókra, akkor megölnek. Annyira jó egyszerűen Artival városba játszani, hogy hihetetlen. Nem tudok ott átlőni, nem lehet átlőni azon a részen, miért is lehetne.
Erre talán rálátok. Hogy rárántok, hihi. Nem, hogy nem rántok rá. Oda se lehet, sehova nem lehet belülni. Én megyek, azt letérőzöm a fenébe. Engem már nem érdekel. Ó, Istenem. Nulladamos mérkőzések. Van egy fregem, úgyhogy... Ja, igen, mert az artit lőttem meg, az ellenséges. Az az egy üzém volt. A gárd jó tankja. Nem vészes László amúgy. El lehet vele hülyeskedni. Most nem kéne, talán Daninak van meg, vagy volt meg. Ugye hátsó tornyos közepes tank, és azért egy picit furcsa vele játszani. Nem mindennapos látvány az, hogy hátsó tornya van egy közepes tanknak. Őküljé már, babám. Nem tudom, mi lesz itt. De rám fog jönni az object. Ugye a projectoin azt tenném a helyében. Ja, halásztó! Oh, sorry. Sorry about that. Azt láttam, hogy László, és akkor mondom László. Fél pillanatot tudtam csak nézni a chatet. Szökik a object, fogjátok meg. Fogjátok le. Snapshot, 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 snapshot. Figyelted? Én sem. Hősként megyek a sírba. Várjál, csak meg kell venni, hogy betöltek, és ki fogom snipe-olni az objectet. Na, vagy nem. Nyee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 e
Akkor játszunk a Rainbow Six Siege-el, nem tudom még nagy ez. Össze kéne abban is kapnom magamat. 1K sebzés, csodálatos. Még egy kör. Az utolsó mérkőzés, A Type 59-el tényleg a múltkor is ezzel zártunk, és tök jó volt. A leosztás kemény, de nem lehozhatatlan. A pálya maga az jó. A pályát kifejezetten szeretem, de durva, ezen nem is játszottam még a mai napon. De bezzeg Ensz meg Himmelsdorf az aztán volt. Hogy adtam az RNG? Vegyesen Tamás, nagyon vegyesen. Rosszul is, jól is, mindenhogyan is. De összességében ez egy olyan stream volt, amivel sokat tanultam. Sokkal jobban kell játszanom a közeljövőben. Ezt tanultam meg. Teleportálós Ruinberg léghajó. Te vagy a kedvenc Pokémonom. Kéne ilyen Choose Your Fighter német csinálni a voltban is, tudjátok. Van az a Choose Your Fighter mém, az nagyon vicces. Kéne a voltban is izé. Mondjuk egy kokszpolák, egy 8 éves kokszpolák az egyik. A másik az a teleportálós Ruinberges léghajó. A harmadik szerb. Ezt esküszöm megcsinálom. Ez benne lesz az új montázsban. Ez mekkora ötlet, ez fel kell írnom, el ne felejtsem, mert ez nem lesz jó. Annak nem lesz jó vége. Hát mi van itt? Őszies a levelek? Meg bokszocs. Aha, persze. Ott útak. Object azon meg is talált magának. Fasza. Nem tudom, 5 per 1. Az 5 ott jött át. 5 jött át. 5 jött át. Fogadok, hogy a tornémet lőtt el a csávó oldalról. Nem kimondta, akkor ez az egész tankom. Mondjuk én is fáradok, és már lassulnak a reflexeim ilyenkor.
Hú, az egészen szerencsés volt. Ez a löveg elég vicces, mert tud 300 felett is sebezni, azt hiszem 313 maximum sebzése. Nem a tipikus 100 mm-es ágyú, az biztos. 250-es alfájával. Én elég kevés van a játékban. Nem tudom, azt hiszem, talán Télmisztély 2-nek van még ilyesmi. Lövege 8-as szinten. Hát az. A Type 59, ez egy hatalmas nagy ammúrek. De amúgy mindig is az volt, tehát... Erre mindig is kellett ilyen... lőszerrekeszes szisztémákat csinálni, ezt még nem láttam, by the way. Mindig is óvni kellett a rekeszét. Mert elvitte a galád ellenfél. Lecsapott a VT. Ezt lőjük már meg. De ne menj le! Ne menj le! Ó, pikulát sem. Uramisten. Remélem, halásztó visszatér frontline játékból, de én imádtam annak idején, annyira jó volt vele játszani. Meg végre, amikor 8-as tankokkal, 8-as tankok ellen játszhattam. Ugye meg az újfajta lehetőségek, a foglalás, a füst, meg minden benne, nagyon kemény volt, én imádtam. Meg ugye egy csomó pénzt lehetett vele keresni, tehát nekem volt olyan köröm, amikor ilyen 200 meg 250 ezreket kerestem. Prémium tankokkal, hogyha játszottál, ugye, az is brutál volt. Meg meglepően jó volt a balansz, tehát, hogy ritkán voltak ilyen 15-3-as meccsek. Ott még a kezdőbb játékosok is valahogy összekapták magukat és megpróbáltak nyerni. Hoppá, ott a track. Milyen szép lövés volt ez, nem gondoltam, hogy beadja. Type 59 az kedvezett most nekünk. Halásztó, olvastam egy, a whatinfo.hu-n volt kint egy cikk, ugye, ahol volt ilyen a fejlesztőkkel való beszélgetés, legalábbis annak a fordítása. Beszélgetek a fejlesztőknek, és annak a fordítása volt fent a whatinfo-n, és ott volt, ott kérdeztek meg, hogy lesz-e még a frontline játékon, és mondták a fejlesztők, hogy igen, lehetséges, hogy be fogják tenni még a frontline-t, mert pozitívak voltak ezzel kapcsolatban visszajelzések. Szóval elég valószínű, hogy érkezik, hogy idén-e, azt már nem tudom. Lehetséges, hogy majd csak jövőre, vagy még utána. Tehát ez még kérdéses. De én, amit általában mondani szoktak, az úgy is szokott lenni. Az esetek nagy részében. Igaz, új grafikus motor. Mióta várunk már arra? Mikor jött ki a Bartender? 2013-ban? Azóta ígérték az új grafikus motor. Hát egyszer csak elkészült. Így basszus. Leüssz róla, ezt meg ne öljön ennyire. Ő sokkal gyorsabban tölt, mint én. De megölt 280-ról, az Isten verje meg a 240-es alfa sebzését. De kétszer lőtt 280 felett, csodálatos. Ez majdnem a max sebzése volt. Igen, és elfelejtettem, hogy a Centurion 5x1 az rohadtul gyorsan tölt, sokkal gyorsabban, mint én. Jó, azt elcsesztem nagyon. Ezt igazából simán meg tudtuk volna ölni. Egy kétszer lő 282-t, vagy 280 felett, azon meg se lepüldöm már. Nem hiszem, hogy ez a Halloween event az vissza fog térni, Ádám. Az ilyen egyszeri event volt, a Leviatános a tavalyi. Most szerintem valami más lesz, ha lesz egyáltalán. Sőt, az volt, azt hiszem, az egyetlen egy Halloween-os event, ami olyan ilyen PvE játékmódra épült. Nem hiszem, hogy olyasmi lesz még. Arra kíváncsi lennék, Habor, a... Mondjad már, 8 bites módra, azt hogy tényleg visszajött, az annyira jó volt. Meg vicces volt. Akkor annak volt ez a Polar Bear-es verziója, tudjátok. Nem is tudom, hogy melyik, World of Tanks 2015-ös. 2015-ben volt az elkészítve.
És ugye ott volt, hogy lehetett healelni a tankodat, a csapattársadat, tök durva volt. A sima lőszer volt, ami sebezte az ellenfelet, a prémium lőszer pedig healelte a csapattársat, az rohadt jól meg volt csinálva. De tényleg hol vannak az ilyen kreatív eventek, meg az ilyen kreatív ötletek a játékból? Hova tűntek ezek, vagy kirúgták ezeket az embereket, és akkor helyükre kerültek azok, akik szénnél buffolták a prémium tankot a játékban, vagy mi történt itt? Mennyire király volt már az az event? Micsoda meccs mondjuk én, még egy utcsókor a Type-al, mert az előző az nem volt semmi, nem volt meccs. Jó éjszakát, Benny, álmodj szépeket. A Leviathan 2 éve volt? Hú, ez most... Az tavaly volt, az tavaly ilyenkor volt a Leviathanos sztori, én úgy emlékszem. Jaj, mert még háborral is toltuk, emlékszem rá, egy csomót játszottam akkor vele. Ezért haborral nem ismerem olyan régóta. Vagy őt nem ismerem olyan régóta. Igen, igen, pontosan Robi, ahogy mondod. Az az Arctic Fox az volt a Tilt megütőjel 2-nek megfelelő ilyen pixeles tank. És nagyon gyorsan töltött, és és hogyha mondjuk ketten, mi csináltuk azt amúgy, hogy szakaszban voltunk, és beállt előre egy polárvír, mi meg hátulról ketten kihíleltük, amit kapott. Nagyon undorító volt. Nem az Heliumos Luffy. Sok a dolog, de mondom, benézek el, ne felejts. Hát akkor üdvözöllek a streamben, és jó munkát neked, vagy nem tudom, hogy mit csinálsz, ami dolgoskodsz az éjszaka közepén. Én nem tudok róla, Ádám, vagy legalábbis én nem értesültem erről akkor, ezek szerint hiányosak az ismereteim. Nem nagyon tudok róla, Csaba, hogyha ezt tőlem kérdezed. Ja, nem is tőlem kérdezed, jó. Oké, akkor nem szóltam. Everything is alright. Menjünk rá a becset? Reméljük, az nagy hülyeség lenne, de legalább vicces hülyeség. Nem unatkozna senki. Oh. True type. Hoppa, az nem sok kellett volna. Na, még egy pixel lövést. Ez az. Az Arctic sajnos mellé lőtt. Egy botrányosan sokat tölt ez a Type 59, ha belegondoltok. Ó, szerencsétlen flótás. Adjuk azokat a light-okat, inkább lőm az ilyest. Talán még tudom sebezni. Hoppá! Milyen szépen beesett amúgy a torny tetejére. Még én sem gondoltam volna, hogy valaha is sikerülhet ilyesmi. Meglepően pofátlan lövés volt. Milyen ágyú vonozna az ilyesen? Még furcsa hangja volt a lövedékének, olyan, mint egy TIE Fighter. Lepattantam a seggéről. Hát jó van. Begyemelte a tornyot, érted? Van ilyen szó, hogy általában begyemelte. Vélekezzük, hogy megtaláljuk ezt az oldalt. Ha megtalálom ezt az oldalt, meg tudom ölni az ellenfél tüzéreit, ami talán megnyeri a meccset. Itt egy csomóan itt kempelnek, csak megoldják azt a részt. A projektó másik oldalt van, nem igazán van olyan tank, hogy meg tudna ölni. IS-3 is ott van középen, vagy az... Vagy ez lenne az ISR-em, nem tudom. Hát reméljük, hogy az ISR-em nem fordult vissza a base-re. Mert igen, azzal lesznek problémák. Viszont szerintem az ellenfél tüzérei azok ott vannak hagyva ártatlanba. Ú, baszki, KV2. Ne, a 107-essel meg kell büntetni! 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 Távolságot nyerünk vele szembe, át le tudom trackelni, miközben megy vissza. Á, sajnos nem jött be. Muszáj lesz valahogy rámennem. Mert lehet, hogy kinéz magától. Kell rámenni. Na, most ha rámehetünk, így már jó lesz. Audio Technica AT2020 halásztó. Az USB-s verzió, nem pedig a Phantom tápos.
Aha. Nem tudtok már rá, de persze nem éri meg. Rövid lövéssel meg lesz. Hát, talán. Igen, szerintem is RNG, hogyne. Játék, halló, játék! Tetszik hallani, amit mondok? Vagy nincs ilyesmi? Figyelj meg, kimegyek elé, ez bazdmeg snapshotban el fog lőni. Ez megfogja, telibe felei, mi az Isten ez a szó már? Az egeret, és meghaltam. Vége mindennek, viszlát világ. De előtte magát, úgyhogy reméljük, hogy még tölt. De bazdmeg ez kitolat mindent, ez kitolat a világból, baszki. Ez a világok tolatója. Na végre. Nézd meg ez is! Jó, mondjuk ez ide volt szűkülve. Akkor megértem. Gyorsan. Mennyibe kerül? Nem tudom pontosan. Hát nézd meg halásztó, nem tudom, hogy mennyi az ára. Én 6 évvel ezelőtt vettem ezt a mikrofont. Azóta már változtak a dolgok. Le kéne állnom amúgy kepre nekem is. Ez honnan lő? És még nem látom. Az ilyest ki tudom szedni, nem hiszem. Van a barátunk. Gyorsan kipattintom. Challenger meg jön közelebb. A VK rááll a kepre, vissza tudok jönni én is. Ajja, az jó, ezt figyeljétek! Ezt meg is nyerhetjük. A kéne a top gun. Áááá, beálltak oda is ketten! Ne! Itt kell volna maradnom is, akkor megnyerjük a meccset. Nincs aki reseteljem. Önök lehet, hogy lesznek olyan hülyek és leállnak a kepről. Á, nem hiszem. Basszus, itt kellett volna maradnom. De mondjuk akkor meg feljött volna resetelni az AMX-t, és nem tudtuk volna, hogy honnan jön resetelni. Tehát jöhetett volna innen is, jöhetett volna innen is, meg egy csomó másik helyről. Úgyhogy ez meg azért nem lett volna jó, hogyha meghagyom a light-ot. Baszki, mindegy. Engedjük el ezt a meccset. Ez egész jó volt így. Mint egy kőfal. 2400 dam, 5 frag, a csapatunk az megint kitett magáért. De amúgy jó, hogy megöltem az artit. Vagy hát... az lett volna jó, hogyha korábban ölöm meg. Tehát egyből rámegyek ott azon a részen és... meghal egy pillanatát, hogy ne tudjon lövöldözni hátulról. Nézd meg ez a két arti basszus. Hát ez a két arti annyit sebzett, mint a mi csapatunk összeadva. Jó, nem azért, de majdnem annyit. Nézd meg. A fele társaság az nem sok mindent csinált. Halásztó nincsen T-44-esem. Itt lennének a tankjaim, amik elérhetőek. Amiket húzok most, azok főleg 9-es szinten vannak. Ezekkel szoktam általában játszani. Az 50 TP-vel, a Conway-jal, az 390-nel. Objecttel, meg a lightweight-tel. A Ruk 251 is megvan már jó régóta, de ezt nem igazán húzom, sőt amúgy az összes XP-t, ami kellett volna az RHM Panzer, ez az átváltottuk, úgyhogy újra kell kezdeni az XP-zést. És erről a tankról azért tudok váltani XP-t, mert ugye ez régebben 8-as tank volt, és átkerült 9-esbe. És így kibe lehet már belekapcsolgatni a legénység fejlődés felgyorsítását, tehát ez egy ilyen különlegesebb tank, mint a nagy átlag. Szóval, ja. És ennyi volt a mai stream, srácok. Halásztó, következő streamre gyere, már majdnem 4 óráját valam ezt a játékot, úgyhogy már hanyagoljuk a dolgokat, de csak borzasztóan rossz
volt a streamnek az eleje, tehát rengeteg bukovári volt, így a stream vége felé tudtam egy nagyon picikét javítani a recentemen, de így is az egyik, hanem a legrosszabb játékom volt ez idáig. Úgyhogy mára ezt így elfelejteném, vagy elengedném, mindenkinek köszi a figyelmet. Vannak még amúgy szociál médiás linkek lent a leírásban, Facebook oldal, Facebook csoport. Ha napra készek akartok maradni, akkor csatlakozzatok oda, illetve akinek tetszett a stream, az mindenféleképpen dobjon rá egy lájkot, és ezzel jelezze, hogy látna még ilyesmit a csatornán, illetve lehet feliratkozni is, ha van kedvetek hozzá. Én még egyszer köszöntem a figyelmet, kellemes estét, jó játékot, sziasztok!